Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselői testület tagjait, külön köszöntöm a napirendi pontokhoz kapcsolódó szervezetek képviselőjét. Örülök, hogy elfogadták a képviselőtestületi ülésünkre a meghívót. Megállapítom, hogy a képviselői testület 5 taggal határozatképes. Tájékoztatom a jelenlévő képviselőket, hogy Macsuga Roland és Karsai Attila igazoltan vannak távol, távolmaradásukat előzetesen jelezték, illetve Pásztor Tünde képviselő asszony, illetve Bucskár Tibor képviselő úr hamarosan csatlakozik hozzánk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Széchenyi Sándorné és Rimály János képviselő urat. Kérem a képviselő testület tagjait, akik a határozati vagy a hitelesítők személyével egyetértenek, most kézfelemeléssel legyenek kedvesek szavazni. Köszönöm szépen, egyhangú. Napirendi pont tárgyalásával kapcsolatosan a meghívót megküldtük. Szeretnék két javaslatot tenni kiegészítésre a meghívóhoz képest. Sport koncepció elfogadásával bővülne, ez nyilvános ülés lenne. Szintén 25-ös napirendi pontunk lenne egy pályázat benyújtása, és a jelenleg 24-es környezetvédelmi program elkészítése, amit javaslok zárt ülésen történő tárgyaláshoz, az lenne a 20-as. Kérem a jelen Széchenyi képviselőasszony. Én pedig 25-ösre javasolnék egy egyebek elnevezéssel majd a zárt ülésen. Zárt ülésen, akkor egy egyebeket. Jó, akik ezekkel a javaslatokkal egyetértenek, kérem, hogy most kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen, egyhangú a határozat. Tisztelt képviselőtestület, első napirendi pontunk beszámoló a Felsőzsolcai közrendjének közbiztonságának 2019 évi helyzetéről. Köszöntöm a rendőrség képviseletében megjelent urakat, ezredes urat, illetve parancsnok urat. Talán ez az, ugye a veszélyhelyzet óta ez az első képviselőtestületi ülésünk, és ugye külön köszöntjük Flóriánt, Majoros Flórián parancsnok urat, aki régi új vezetője a rendőrösnek, és azt gondolom, hogy zökkenőmentes volt a kapcsolat felvétel, nagyon sok minden már benne egyeztettünk parancsnok úrral. Úgyhogy én bízom benne, hogy a továbbiakban is hasonló együttműködésnek lehetünk tanulni. Hogyha megengeditek, a beszámolóval kapcsolatosan szeretném megköszönni ezredes úrnak és természetesen parancsnok úrnak a 2019 évben végzett munkájukat. Ugye a beszámolóban elég részletesen kitértek arról, hogy milyen események történtek a településünkön. Hál' Istennek én azt gondolom, hogy olyan rendkívüli nagy horderejű bűncselekmények nem voltak jelen, és ahogy a statisztikákból is láthatjuk, több esetnél nem is voltak szinte változások, vagy még esetleg kedvezőbbek voltak a korábbi évekhez képest. Ugye ami leginkább foglalkoztat bennünket, és ezzel ezredes úrral is, meg parancsnokkal is beszéltünk, az úgynevezett drogos problémák. Én azt kell, hogy mondjam, hogy köszönet és hála még egyszer a rendőrségnek, hiszen én kézzelfogható eredményeket érzek a településen. A buszmegállókból, egyéb közterületekről eltűntek azok a nem kívánatos egyének, akik itt a pszichoanyagok, vagy nem tudom pontosan nektek mi a szakkifejezésetek erre a szóra, akik eljöttek és itt elfogyasztották ezeket a szereket, és hát nem szép látványt mutatva itt a településen. Ezeket azért nagy mértékben sikerült a rendőrségnek felszámolnia, megszüntetni, sőt, azt el kell, hogy mondjam, a lakosság is élt visszajelzésekkel. Természetesen megállni nem lehet, hiszen azért ezek folyamatosan jelen lehetnek. Én azt gondolom, hogy a rendőrség nagyon sokat tesz azért, hogy olyan biztonsági érzetünk legyen, hogy az életünket ez pozitív irányba befolyásolja. Kérdezem esetleg ezredes urat, parancsnok urat, hogy kíván-e az előterjesztéshez, illetve a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tenni. Nagyon röviden. Tessék parancsolni, Bogyai Ferenc, ezredes úr. Már csak amiatt is mondanék néhány szót, mert az új testület előtt még én sem szerepeltem, bár vannak az ismerős arcok is a testületben. A településről nagyon nem akarok belebonyolódni a számokba.
Mindig azt szoktam mondani, hogy egy-egy településnek az adatai azok nem biztos, hogy reprezentatív képet tudnak mutatni. A polgármester is elmondta, különösebb statisztikai változás ilyen értelemben nem történt Felső Zsolcán, és a 2019-es év is már olyan messze van, hogy tulajdonképpen egy mondattal lezárnám, hogy a évtized legkedvezőbb eredményét tudjuk kapitánsági szinten produkálni, tehát a legkevesebb bűncselekmény volt, viszonylag stabil, enyhén emelkedő nyomozati és felderítési eredményesség mellett, illetőleg azt gondolom, hogy egy mondatot már szentelhetünk az idei év első fél évének, mert ez egy elég rendkívüli helyzetet hozott, és tartok tőle, hogy fog is még hozni. Hát azt gondolom, hogy ez a járványhelyzet, ez az eddigi megközelítéseinket, vagy a statisztikáinkat is átírja. Egyik oldalról valóban a kijárási korlátozás az azt eredményezte, hogy ugye kevesebben voltak az utcán, közterületen, tehát a közterületi bűncselekmények száma az ebben az időszakban érthetően csökkent. Viszont egyéb olyan új jogsértések jelentek meg, ami azért nekünk rendőrségnek okozott fejtörést, akár szabásértésre, akár egyéb alakzatba. Egy dologra még azért szeretném felhívni a figyelmet, mert azt gondolom, hogy semmilyen rendőrségen se az önkormányzatnál, sem epidemiológus, se virológus végzettséggel nem rendelkezünk. Tehát én ezúttal is szeretném azért a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy fogadjuk el, hogy a szakemberek, ha hoznak egy döntést, akkor nekünk az a dolgunk, ezt betartassuk. És magánvéleménye lehet mindenkinek, de azt gondolom, hogy hosszú távon, majd utólag visszagondolva lehet elemezni azt, hogy adott esetben egy kormányzat helyesen vagy helytelenül döntött, ezt már mindenki a szavazófülkékbe lecsekkolja. Ami miatt ezt mindenféleképpen el akartam mondani, mert egy picit tartok attól, hogy a járvány első hulláma végképpen boldogan lement, viszonylag csekély átfertőződéséggel. Azt gondolom, hogy a kezdet-kezdetén az állampolgárok többségének egy elég nagy fegyelmezettsége mellett, és egy picit tartok attól, nehogy a hátralévő, még egyszer hangsúlyozom, hogy várható második hullámnál ez a fegyelmezettség ez alápadja. Úgyhogy én azt tudom ígérni, hogy a rendőrség az továbbra is következetesen számon fogja kérni azoknak a szabályoknak a betartását, amit az arra jogosult szervezetek hoznak, és azt gondolom, hogy nem a mi feladatunk azon gondolkodni, hogy az most jó, az a szabály, vagy nem jó. Hát leegyszerűsítve Platón filozófiát, ő mondta azt, hogy mindenki csinálja azt, ami a dolga, és akkor működik jól a társadalom. A földműves művelje a földet, a katona az őrizze a békét, és a vezetők meghozzák meg a megfelelő szabályokat. Jó, úgyhogy én nagyon nyomatékosan elsősorban a lakosság figyelmét hívnám fel. Megfelelő szinten kommunikálva vannak ezek az esetleges szigorító, korlátozó rendelkezések. Mindenkit kérek, hogy tartsa be, és ne ránk haragudja, hogyha a megszegőkkel szemben szankcionálni fogunk. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezredes úrnak. Képviselőtársak, ki a szó? Én személy szerint nagyon örülök, hogy egy felsőzsoltai lakosok, sőt utca belé ültünk a parancsnokhoz, gratulálok és örömmel tölt el. Úgyhogy ezredes úr mondjuk megmutatom, hogy ez egy nagyon kedvező, nyugodt év, legalábbis az első fél évet tekintve, és nagyon jó munkát kívánok, van ugyanis ilyen segítő, és nagyon örülök, hogy ilyen teljesen kifejezett, megmutató szavakkal, mint egy kis optimista, köszönjük szépen, Rimá János képviselő. Köszönöm szépen a szót. Azért szólok hozzá, mert hogy az előző években én voltam az, aki a halucinogén anyagokat használt, tehát a leginkább felhoztam, és amit a polgármester is mondott, hogy az elmúlt időszakban én is érzékelem ennek a
utcai jelenléte drasztikusan csökken. Ezért nekem kötelességem kötött mondani, hogy ha tavaly előtte másik oldalról vertem a blattot, most így korrektül ezt mondom. A másik, amit a bizottságülésen nekem kijött, hogy valamilyen szintű rossz információ áramlás van a lakosság és a rendőrség között. Vannak kis apró kritériumok, amelyek a lakosságnak a komfort érzékét befolyásolják, viszont ha gondjuk van, nem jut a rendőrséghez. Tehát nem jelzik, nekünk képviselők mondják, de amikor rákérdezek, hogy ezt mondtátok, bejelentettétek? Ők nem. Tehát ezekben szeretnék egyfajta később kommunikációt megteremteni, meg most is ezért ezeket a kérdéseket tolmácsolni. Tehát egyik, hogy én több olyan jelzést kaptam, hogy a városok egyes utcáján Béke, József Attila, Kertek alja, itt a sötétén zajlik. Tehát, hogyha ne szentel rajtunk szerint van a lehetőség, ezeket az utcákat érdemes megnézni, hogy kik ülnek és hol állnak. Csendháborítás kezd kialakulni egy jó együttműködés alapba, és elsősorban nem csak a környezetet érinti ez, hanem nagyon sok embertől kap olyan panaszt, aki ott lakik ezekben a zónákban, hogy dolgozna szombaton, és nem tud pihenni, mert a szoftver buliban. Tehát, hogyha ilyen van, minél gyorsabban is jobban reagáljuk, ez a kérés. Tudom, hogy egy jó úton járunk, de akkor is feltettem. Temetői lopások. Nem jutott az a rendőrségre, de sok kis apró, pitján dologban kiteszik az emlékművet, tehát valami kis komolyabb koszorút, virágcsopot, és átteszik másra, hogy elviszik onnan. Nem mondják, mert tényleg nem mondták. De nekem több jelzés volt ebben az ügyben. Ha lehet, majd a GAMESZ fogom kérni, hogy esetleg a oldalsó kapukat lezárnak, tehát hogy előrébb mennénk. Tovább akkor illegális szemétlerakás. Van sok bizottsági jeleztő, tényleg nem tudják, aztán kibukott az, hogy a GAMESZ-unk részéről kialakult az protokoll, ha tudtak róla, eltakarították. Ennek az volt az oka, hogy régenten volt részem is bejelentés, és leráztak. Lefaszolták az ügyet, most nekünk tenni ismét, és bízott benne a végig működésre. Tehát változnak az idők, a szerek érzékelni, köszönöm, és majd élök vele. A rongálás, tavaly is volt egy esetünk, kérem, ha bármikor, ha rongálási bűncselekmény van, akár a kisvág kivágás, vagy bármi, aktívabban álljunk a kisvágot hozzá, mint korábban gyakorlat volt, mert vérzenek annak. Amúgy munkáikat köszönöm, én is látom, hogy fejlődés van, előrelépés, és tudom, hogy most olyan pozícióban dolgoznak, lenne, ha nézem a világsajtót, hogy egyre nehezebb a dolguk, és ha mi tudunk, segítünk. Tehát most ez a rendtárgyban vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Annyit tennék hozzá az illegális hulladék lerakáshoz, ugyan ha a közterületen történik az elhelyezése, és nem tudjuk beazonosítani a elkövetőt, már pedig sajnos ez az esetek nagy részében előfordul, akkor ugye a köztulajdonosnak, jelen esetben az önkormányzatnak kell elszállítania. Nyilván folyamatban van egy kamerarendszer kiépítése, meg a meglévő rendszernek a bővítése. Bízunk benne, hogy ez meghozza majd azt a elvárt eredményt, ami ahová szeretnénk eljutni. Kérdezem képviselőtársak közül, hogy még valakinek van-e hozzászólni valója. Köszönöm szépen, ismertetném a határozati javaslatot. Felső-Zsolca város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Felső-Zsolca közrendjének közbiztonságának 2019 évi helyzetéről készített beszámolót. Napirendet tárgyalta a pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság tárgyalta, 5 igazolta elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Képviselőtestületnek szavazásra teszem fel a felolvasott határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy most kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. Köszönöm szépen ezredes úrnak, parancsnok úrnak a megjelenést és a munkát, és továbbiakban jó munkát. Alatt azt értem, hogy kevés munkát kívánunk, és jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Közben megérkezett picit korábban Kucská Tibor képviselő úr és dr. Pásztor Tünde képviselőasszony, köszöntöm őket. Áttérnénk a második napi rendi pontunkra. Beszámoló az ERV ZRT által 2019 évben végzett ivóvíz ellátási feladatokról. Köszöntjük az ERV munkatársait, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. A
előterjesztésben, illetve a beszámolóban tényleg részletesen szintén összefoglalták, hogy 2019-ben hogy is alakult városunkban az ivóvízellátás. Egy több szemléletes táblázat is került a beszámolóba, amit én nagyon szeretek, mert itt tényleg kézzelfoghatóan lehet következtetni a táblázatban szereplő adatokból, és ezt már ugye beszéltük korábban, ami hát még sajnálatos, ez az aszbeszt-cementes hálózatnak még mindig ugye 40,4%-ú az aránya. Ugye itt 2018-ban történt egy komolyabb beruházás, Szent István és a Jó utcán cserélték a csöveket. Én azt gondolom, hogy azért ez a mi egészségünkhöz nagy mértékben hozzájárul, bár még ez a 40,4% mindig magas, de bízunk benne, hogy a következő években sikerül ezt az aszbesztes, cementes csöveket, vezetékeket kicserélni. Ami még sokat mond a 2019 évi meghibásodások, hiba jellege szerinti táblázatunk, ugye hál' Istennek olyan különösebb probléma a hálózatban nem volt, annak ellenére, hogy azért ez már több évtizedes rendszer, amit ugye az ERV üzemeltet. Csőtörés a gerincvezetékben, hála jó Istennek nem volt, bekötő vezetékek meghibásodása 3 eset volt, fogyasztó mérőaknájában keletkezett hiba 23, közkifolyók meghibásodása 2, a tűzcsap meghibásodása nem volt, elfagyás miatti hibák pedig 1 probléma volt. Amit még itt a beszámolóban is, erről a bizottságüléseken is több alkalommal beszéltünk, illetve elemeztük, de úgy néz ki, hogy a cégnek sikerül utána járni. Ugye ez a 5. oldalon található hálózati veszteség, amely 2019 évben 110.830 köbméter, ugye ez egy elég komoly mennyiség, viszont úgy tudom, hogy a cég elindult azon az úton, hogy ezt a rendkívül nagy veszteséget megszüntesse. Hát bízunk benne, hogy ez a következő 2021-ben, amikor már tárgyaljuk itt egy kevesebb számban. Igaz, hogy ugye itt a 16-17-18 kimutatásában ilyen 70 ezer köbméterek voltak, most viszont ez kiugróan magas lesz. Én úgy tudom, hogy sikerül ezt a problémát is orvosolni. Kérdezem a ERV kedves jelenlévőit, hogy szeretnének-e esetleg hozzászólni a beszámolóhoz? Tessék, parancsolj! Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönjük a meghívást! A pénzügyi bizottsági ülésen, ami elhangzott, Némán János elnök úr részéről, nevezetesen, hogy a közkifolyókon miért nem lakossági áron számlázzuk a vizet, erre a választ megadtuk itt most a közkötői elés ülés előtt. Lényegében azért nem, mert a rezsicsökkentést, tehát alapvetően most lakossági áron számlázunk, csak ott a rezsicsökkentést nem ezért van a differencia, ami 10%-ig, hogyha ez így megfelelődik. Még annyit szeretnék, hogy szó volt szintén a pénzügyi bizottság ülésen, hogy rendkívül sok bekésző vezeték cseréje megtörtént. A Kossuth, itt a Szent István, Sajó és Állomás utcák rekonstrukciója során. Ezt nagyon, nagyon fontos lenne folytatni. Itt elrettent és éppen hoztam egy ez a Nagy Szilvás utcával jött egy bekötő vezeték, szerintem nézzék meg, nem kerül össze a kezdet. Elég nehezen kihető, hogy itt még volt minimális a rakásban, de volt. De rendkívül sok ilyen van még. Végeztünk egy felmérést, erről is beszéltem. Egyik, tehát nem teljes, ez még nem teljes, 185 nagyon-nagyon régi hordozott bekötő vezeték van. Ezeknek nagyon fontos lenne a cseréje. Olyan erősen korrodáltak már, láthatják, hogy ez nagyon fontos lenne. És ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy kiküldésre került a használati díj megállapodás április 30-án. Legfontosabb egyetek a központi minimálcsökkentének a cseréjét, azután pedig ez lenne a következő legfontosabb feladat, az anyagiak, amit engednek, akkor a bekötő vezetékeket, ezeket a nagyon-nagyon régi oldalmi pacércsöveket kicseréljük. Hivatalosan az élettartam állítólag 15 év lenne, hát ezek már 4 éves től is még öregebb csövek.
Tehát mind a vízminőség, mind pedig a vízellátás üzembiztonság érdekében kéne azt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Láthattuk a szemléltető kis eszközünkön, hogy azért valóban egy olyan rendszerrel dolgozik a szolgáltató, ami erősen felújításra szorul, úgyhogy azon leszünk, hogy mindent megtegyünk lakosaink védelmébe, és természetesen a rendszer védelme érdekében. Kérdezem képviselőtársakat, hogy valaki szeretne a napirendhez hozzászólni. János, parancsolj! Köszönöm szépen, tehát hivatkozó beszélgetésünk, ami előtte volt. Nekem a közképők használta egy sarkos kérdés itt a városban. Nagyon jó ötlettel állt elő a szolgáltató. Én nagyon szeretném, hogyha ezt meg tudnánk csinálni. Tehát egyfajta technikai újítást központokra, hogy kevesebb slagot lehessen ráhúzni, és illegálisan létezni a vízt. Ezt meg tudjuk oldani, ezt a fajta technológiát? Kettő darab közti folyó esetén már ezt megcsináljuk. Nem szűkítő, egy újabb lépés. Talán csak 63, a másik, most nem jut eszembe. Jó, rendben. Megtisztelni, hogyha ez megvalósulna. Köszönjük szépen! Még valakinek képviselőtársak közül? Nekem csak... Én csak annyit kérdeznék, hogy tehát nem üzemben lévő köztifolyó, például a temető, például olyan helyeken, ahol gyakorlatilag csak ilyen ide látogató embereknek a fontosság oltása céljából, annak a visszakapcsolása vagy bekapcsolása, ez, ha megbeszélnénk, vagy megbeszéljük, vagy jelzik nekünk, ennek megoldható az üzembe helyezése? Köszönöm, János, egy tiszteltetődés. Természetesen, ha valamilyen közkifolyó tartósan nem az, amely feltételezem, hogy korábban az önkormányzat kérésére került kikapcsolásra, még az is lehet, hogy a korábbi üzemeltetői időszakában ugye megvan az adott körülmények között, tehát 150 méteres elérési távolságon belül, ahol egy közkifolyó közelében elláthatóan fogyasztó lakik, azt nem lehet megszüntetni. Fordított esetben viszont az önkormányzat szabadonra lehet közkifolyó, hogyha igény van rá, akkor mi szívesen elvárjuk a működését. Az, amit nem kell visszahelyezni, ha jelen van, csak le van bírítva, ki van kötve, az könnyen és olcsó megoldható, gondolom. Tehát az önkormányzat elvárása szerintem könnyen. Ez nem probléma. Köszönjük szépen, Pásztor Tünde képviselőasszony. Igen, hát lehet, hogy egy első vágyul ezt a kérdés, de van víz? Tehát, hogy a vízkészletnek a mennyisége kapcsán gondolom vannak vizsgálatok vagy felmérések, tehát, hogy megfelelő mennyiség a vízkészlet, illetve, hogy ennek a csökkenése tapasztalható esetleg az utóbbi években? Szerencsére nincs mennyiségi probléma. Társaságon csúcsvízművé felől érkezik ide a víz. Hát 30 ezer köbméter kapacitású művőben az szó, hogy körülbelül egy harmad kapacitású működik. Úgyhogy mennyiségi probléma szerencsége nincs. Nincs az egyenlő. Reméljük, hogy mindenség lesz. Illetve még annyi lenne, hogy ez a vasmangány és szabad széndioxid tartalom, ez miből ered? Vagy ezt tudjuk-e, hogy ez miből ered, ami a nyers vízben található? Tevékenység, vagy ez tervezik? Ez a vízbázisnak a réteg tulajdonságnak a lehet. Homokkal is megyek. Ez a jellegzetes tulajdonság. Nem szennyezés. Ez természetes. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Képviselőtársak, hogyha senkinek nincs további észrevétele, ismertetném a határozati javaslatot. Felsőzsolca város önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az ERV ZRT által 2019 évben végzett ivóvízellátási feladatokról készült beszámolót. A napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság. A bizottság tárgyalt és 5 igenszavazattal elfogadta és elfogadás javasolja. Köszönöm szépen, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Nagyon szépen köszönjük az ERV munkatársainak a megjelenést és a tájékoztatást. Nekik is jó munkát és jó egészséget kívánok munkájukhoz. Köszönöm szépen. Harmadik. Igen, a szemléltető eszköz. Kiértük a mélybe.
Továbbiakban is vizes ügyeknél maradva, a harmadik napirendi pont, beszámoló a Mivíz Kft. Által 2019 évben végzett szennyvíz elvezetési feladatok ellátásáról. Nyíri László igazgató úr, korábban személyes találkozásunk alkalmával jelezte, hogy nem fog tudni részt venni a testületülésen, de a munkatársai maximálisan képviselik a szervezetet. Beszámolót itt is részletesen megkapta a képviselőtestület, ugye 2009. december 22-én, majd 2011. november napján módosított megállapodás értelmében kezdett a Mivíz Kft. Kezdte üzemeltetni a szennyvíz hálózatunkat. A beszámolóban részletesen harmadik oldalon látható a vezetékek hossza, majdnem 27 kilométer a beszámoló szerinti vezetékhoz. Hát ugye azért itt is el kell mondani, hogy azért ez egy komoly mennyiségű szakasz, és hál' Istennek itt is az látszik a tájékoztatókból, hogy különösebb, nagyobb problémák nem voltak a rendszerrel. 2019 évben elhárított hibák kimutatását találjuk az ötödik oldalon, gerincvezeték dugulás 39 esetben, bekötő vezeték dugulás 22 darab, szennyvízbűz miatti bejelentés 2 darab történt, illetve itt a beszámolóban részletesen kitérnek az elvégzett kijavítási és karbantartási munkálatokról. Gördülő fejlesztési terv, amit ugye itt szintén meg kell említenünk, ugye ebben tervezzük meg azokat a fejlesztéseket, amit a következő években szeretne a szolgáltató, illetve önkormányzat elvégeztetni. Kérdezem a jelenlévő képviselőt a cégnek, hogy szeretnének-e a beszámolóhoz esetleg valamilyen szóbeli kiegészítést hozzátenni? Ha kérdés van, válaszolnak, képviselőtársa ki a szó. Senki. Ismertetném a határozati javaslatot. Felsőzsolca város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Mivíz Kft. Által 2019 évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról készített beszámolóját. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottság pedig ezt elfogadta és ezt javasolja. Köszönjük szépen. Kérem a képviselőtársakat, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Köszönjük szépen a cégnek a megjelenést és a részletes beszámolót, és munkájukhoz jó egészséget és további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Negyedik napirendi pontunk. Ehhez érkeztünk. MVK ZRT által 2019 évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról. Előterjesztő Demeter Péter, vezérigazgató úr nem tudott megjelenni, de igazgató úr képviselteti magát. Itt is megkaptuk a részletes tájékoztatót, amit a képviselőtestület tagjai szintén megkaptak. Amit itt szeretnék kiemelni, ugye itt a beszámolóból, hogy a menetrendek szerint munkanapokon 54 darab, nyári időszakban 47 darab, szombatonként 38 darab, vasárnapokon pedig 34 járattal végzi a szolgáltató a feladatellátást. Naponta az átlagosan 2263 utas vette igénybe, ami azt gondolom, hogy egy elég magas szám. A futás teljesítmény 132.534 kilométer. Itt még ők egyéb statisztikákkal dolgoznak, amit szintén tartalmaz a beszámoló. Ami nekünk nagy öröm az, hogy gyakorlatilag 99,5%-ban, én csak így hívom is, remélem igazgató, nem haraszok, megért, hogy CNG buszok járnak, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon környezetbarát, ráadásul klimatizált mindegyik új buszokról, van szó, és hát gyakorlatilag ez azért tényleg 21. század, és talán ez az egyetlen járat, ezzel mindig szoktam egy kicsit dicsekedni, hogy természetesen elődeinknek is köszönhetően gyakorlatilag ez az egyetlen olyan járat, ahol szinte csak CNG buszok járnak. Hallottuk, hogy több mint 99%-ban, úgyhogy ezt köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen színvonalas szolgáltatást fognak nyújtani a felsőzsolcai lakosoknak, illetve azoknak, akik természetesen a hetes járatot igénybe veszik. Ugye itt történt egy menetrend módosítás,
amit én azt gondolom, hogy köszönettel vettük, hiszen a sejemrét érintésével módosult a menetrend. Igaz, hogy ez a 2020-as esztendőhöz tartozik, de én azt gondolom, hogy a visszajelzések azt igazolják, hogy jó döntés volt. 2019-ről én olyan negatív visszajelzést, panaszt nem tapasztaltam. Egy dolgot írtam föl, és ezt esetleg kérem igazgató úrtól, hogy a menetrendek változására, hogyha kaphatnánk e-mailen egy tájékoztatást, előzetesen, hogy erről a lakosságot meg fönn tudjuk tájékoztatni. Próbáljuk mindig figyelni a honlapjukat, hiszen ott tényleg hamar megjelennek a bekövetkező változások, de hogyha esetleg ezt kérhetjük, hogy amikor már megvan egy adott módosítás, nyilván itt igaz, hogy ez még egyszer mondom, 2020-as esztendő a veszélyhelyzet átírta itt a folyamatokat, de az, hogyha megkapjuk, az nagyban segíteni a tájékoztatás, a lakosság tájékoztatását. Nekem ennyi lett volna észrevételem. Kérdezem, esetleg igazgatórat szeretné a beszámolót valamivel kiegészíteni? Hát egy tessék, parancsolj! Polgármester, képviselőtestület, szeretnék jelentek. Annyit azért mondanék, hogy ugye avatkoztunk egy picit most, ugye 19 évi beszámolóról volt szó, ott még nem alkalmaztuk azt a fajta kis kedvezményt, amit itt polgármester úr kérésére betettük. Külön köszönöm az elismerő szavakat, még azt azért el akartam mondani. Tehát ugye ez azt jelentette most a 20-20-as évben, hogy amely tanulók megveszik a miskolci helyi bérletet, azok ingyen kapják meg ezt a 7x2-es kiegészítőt. Ugye itt a pandémiás helyzet most kicsit rányomta a bélyegét a szolgáltatásra, de az látszott, hogy itt még január hónapban csak egy ilyen vásárlásunk volt, mikor elkezdtük promotálni, hirdetni, ott felugrott 240-208 darabokra, tehát azt látjuk, hogy ez is azért segít, illetve azt is el tudom mondani, hogy 18 évhez képest a 19 évi pénzügyi mérlegünk is jobban alakult, tehát még mínuszosak vagyunk, de sokkal kedvezőbb mértékben, mint amivel 2018-ban. Tehát azt mondom, hogy a pénzügyi hozzájárulás is jól lett belőle. Egyet mondtam. Köszönjük szépen. Képviselőtársak, ki a szó? A polgármester úr. Egy kérdés csak a polgármesterhoz, hogy most hallottuk ezt a kedvezményt a tanulóknak, és a lakosok, az utasok, azok Miskolcról, Felsőzsolcáról jönnek, akkor egy-egy el tudnak végül jönni, vagy a betúrálni mindig lyukasztani kell akkor egy. Ez állandó kérdés. Nem is kellett eddig sem, hát egy-egy el végül utazható. Köszönjük szépen. Sőt, most már mobiljegyeink is vannak, tehát itt ez is egy nagyon jó üzenet, hogy ezt be tudtuk úgy vezetni, hogy egy-egy díjtermék bevezetése mindig nagyon körülményes, most itt a pandémiás helyzetben sokkal egyszerűbb volt, és ezt az úgynevezett közlekedési mobiljegyünket be tudtuk vezetni, tehát itt egyszerűen megvásárolható egy mobiltelefon segítségével, ott érvényesíti az utasok az autóbuszon, tehát modern jó dolog, én azt gondolom, hogy használjuk. És szélesítjük egyre jobban a díjtermékek körét, és Felsőzsolcát is nyilván ebbe beveszünk is, be is vettük igazából, tehát alkalmazható. Köszönjük szépen. Ez valóban korábban állandó kérdés volt. A személyes találkozásunk alkalmában meg ígéretet kaptam el, hogy ha esetleg valakit ilyen miatt szankcionálnak, akkor ezt nyugodtan kereshetjük igazgatórat. Kucskár Tibor képviselő úr. Nekem csak annyi lenne, hogy itt, ahogy nézegettem, itt ilyen 600 forint feletti kilométer, ezeknek a buszoknak a díja, tehát a részlemények alapján, mert nagyon sokkal van egyébként, vállalkozó vagyok, úgyhogy tudom, hogy milyen kilométer díjakon futnak. Arra gondoltunk annól, hogy amikor bejöttek ezek a CNG buszok, akkor hát ezeknek sokkal kisebb az üzemanyag fogyasztása, kedvezőbb is, olcsóbb is a gáz, hogy akkor ebből kifolyólag majd olcsóbb lesz ez a, hogy lejjebb meg ez a kilométer díj, és akkor az önkormányzatnak a hozzájárulása akkor adott esetben csökkenhet, hogy valahogy erre nincs lehetőség, hogy miért ilyen magas ez a díj, amikor elvileg kis fogyasztású, olcsó energiával működő buszok üzemelnek. Igen, annyit tudnék rá, ha válaszolni. Persze, hogy ne, tessék parancsolni, mindenképp. Válaszolni, hogy Miskolc városa sajnos nem részesült olyan kedvezményben, mint az országban egy tárnagyvárosát megkapta, tehát hogy ingyen Miskolc városának ez be kellett vállalni. Az autóbuszokra egy 20%-os kedvezményt kaptunk.
ez igazából a technológiai felállalról elég, amíg a CNG töltéshez szükséges infrastruktúrát meg kellett teremteni. Ugye külön gázkutat kellett építeni a telepelőkön, a javítócsarnokot át kellett alakítani, és az autóbuszoknak elég jelentős üzemeltetési költsége a leasing díj, amivel ugye ki kell őket fizetni hosszú távon, és ez azért a kilométerdíjban sajnos jelentkezik. De még ettől függetlenül egy neoplán dízel autóbusz a maga 15-16 éves életkorával a ráfordított nagy magas, már, most már magas karbantartási összeggel, ott ilyen 900 forintokról beszélünk. Tehát azért azt mondom, hogy még ahhoz képest mindig is nagyon jó áron van. A tudom, hogy egy vállalkozónak ez biztos horror hát összeg. A taxi jó csópa ahhoz kívül, nem számít egy kilométer. Mégis valahol a végösszeg nem egy 300 forintos meretjegyét fog a taxis valószínűleg kérni érte, de ez csak az én véleményem. Most már több utasnál azért lehet, hogy másképp van, de jó, mindig a vállalkozó. Ez a közösségi közlekedés. Nyilván ebben az önköltségjárban azért egy 763 fős nagyvállalatnak a létszámban is benne van, mint a legjobb az utolsó utakon. Csak egy 40 tonnás kamionnél nem tudok ilyen kilométer tarifát elérni. Hát, így van. Ezzel a különjárati piacon nem lennénk mi sem versenyt, és egy tisztában vagyunk. Köszönöm szépen. Képviselőtársak közül még valaki esetleg pásztor? Igen, hát igazából onnan 10 éves autóbuszokról kezdünk majd beszélni, ott hogy már a karbantartási jelentkezett jelentkezik, tehát itt a figyeltje az autóbusz 10 évet vállal arra, hogy az nem fog átolgásra, hogy karosszéria korodálódás nem jelenik meg, de onnantól kezdve, ha ez megjelenik, ez onnan a karbantartási költségeket elkezd jelentkezni. Most valóban valószínűleg nem lesz annyi, de ugye itt a gázrendszer, stb. Tehát sok minden összetevője van. Valamelyes fog csökkenni is úgy, ha már az leasingbe menne. Vagy legalábbis olyan szerencsés helyzetbe kerülhetnénk, hogy a maradék dízel autóbuszainkat valamely finanszírozási pályázat útján tudnánk lecserélni egy az egyben, és közel 100%-os intenzitással. Az lenne egy nagyon nagy előny, mert ugye akkor lenne egy olyan buszállomány, amiben leasingdíjat fizetünk, illetve egy olyan, amire mondjuk nem, és a kettő már nagyon szépen balanszat tudná hozni egymást, akkor lehetne egy jelentő díjcsökkentésben már gondolkodni. Igen, meg jobban megterülne a beruházásra, a CNG-nek, hogy a gáztöltő pontos megkapcsolatot. Arra készülünk, azt szeretnék, ha még ugye gázbuszok érkeznének, mert gázbuszok érkeznének a céghez, de nyilván elég ígéreteink sem nagyon vannak, egyelőre dolgozunk azon, hogy ebben a kreatív régióban vagy valamilyen összekapcsolt, összehangolt pályázati rendszerben tudjuk valahol eredményesen pályázni. Köszönöm szépen! Ha nincs további hozzászólás, ismertetném a határozati javaslatot. Felsőzsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az MVK ZRT által 2019 évben végzett személyszerű... Igen, elolvasom a határozati javaslatot, és akkor utána, igen. 2019 évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról készült beszámolót, ahogy említettem, elfogadja, és a beszámolót a pénzügyi bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalta és 5 igen tartotta, elfogadta és elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Kérem a képviselőtársakat, hogy aki határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Nagyon szépen köszönjük igazgató úrnak a megjelenést, munkájukhoz. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Viszont kívánjuk. Tisztelt képviselőtársak, 5. napirendi pont, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről. Jelentést a képviselőtestület előzetesen megkapta, nem tudom, szükségesnek érzitek-e, hogy részletesen végigmenjünk. Ha esetleg valakinek természetesen kérdése van, akkor azt fölteheti. Második része a napirendnek a két ülés közötti időszak eseményeiről. Ugye itt nyilván látszik azt, hogy a veszélyhelyzet kicsit átírta a mindennapjainkat, és de ennek ellenére kollégákkal összeszedtük, hogy milyen események történtek, mely eseményeken vettem részt az elmúlt időszakban.
Kérdezem a képviselőtársakat, hogy valakinek van-e kérdése. Tessék, parancsolni. Én akkor az Széchenyi. Az egészségügyi helyzetés, amelyről tárgyaltunk, csak annyit szeretnék először is kérdezni, hogy az egészségügyben dr. Magyar Erzsébet az összekötő, ő tudta ezt, hogy most fogunk erről dönteni? Vagy nem lényeg? Hát a meghívó biztos, hogy lett neki küldve a napi rendi ponthoz. Viszont el szeretném mondani, igen, hogy mindenki hallja, elég hangosan próbálnék beszélni, hogy még ilyen nem volt, hogy valamennyi orvos, ugye ez itt arról beszélünk a márciusi, amikor legutoljára itt voltunk és megbeszéltük, és utána már nem jöhetünk. Szóval, hogy ott igen, egy nagy létszámban jelen voltak, elégedettek voltak a önkormányzat polgármester képviselőtestület hozzáállásáról, és egyébként bőséges megtárgyalást követően fogom majd elmondani, amikor polgármesterről kéred a mi véleményünket. Én úgy gondolom, hogy az egészségügyi Zsolcán egészen magas színvonalon működik, mind gyermek, mind felnőtt, illetve fog. Bár most ugye két új fogorvosunk lesz, és hát nyilvánvaló mindenki szubjektív módon, ha fájt, akkor biztos, hogy panaszkodik, de mindenféleképpen elismerően nyilatkoznak zömében az orvosok munkájáról. Bár ugye a gyermekorvos ugye nagyon nagy létszámban öleli fel a munkát, és akkor gyakorlatilag ennyi, a többihez is lesz majd, csak azt előtt. Köszönöm szépen. Ugye most még lejárt határidejű jelentésről beszélünk. A következő napirendi pont kapcsán kérem képviselőasszonyt, hogy akkor mondja el a véleményét. Képviselőtársak, e tekintetben van-e valakinek kérdése, véleménye, további hozzáfűzni valója? Köszönöm. Kérdésem el, köszönöm szépen. Tehát a lejárt szeretetekhoz csak néhány dolog. Egyik az, hogy a kerékpárútról, hogy most volt tartunk egy pár szót, hogy azért szeretnék kérdezni. Akkor a kamerákkal kapcsolatban is szeretnék kérdezni, hogy most akkor mentünk-e előrébb, mert ugye úgy láttam, hogy május 12-én tárgyalás volt róla. Igen. És még egy kérdés, hogy március 12-én a SZIKTÁ-val tárgyalt polgármester úr, május 18-án a tízes cégekkel, hogy van-e már a jelzés, hogy a válság, tehát a koronavírus válság milyen hatása volt rájuk? Tehát mondtak-e valamit ezzel kapcsolatban? Ez a három kérdése lenne. Ez a pont. Igen. Köszönöm szépen. Kerékpár úton kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Várhatóan én úgy tervezem, vagy a közbeszerző cég tájékoztatása szerint augusztus elején szerződéskötésre is sor kerülhet, ha a közbeszerzés olyan formában fog lezajlani, hogy nincs semmi probléma, nincs hiánypótlás, vagy esetleg nincs egyéb probléma vele. Kamerák kihelyezése az a EFOPOS pályázat keretében belül történik. Ugye itt egy bejárást tartottunk, mert a cél az az lenne, hogy ezek a kameraképek egy helyre jelenjenek meg, ugye jelen esetben ez a vállalkozás épülő vállalkozás segítő központban lenne, és ott tartottunk a kivitelező képviselőivel, informatikus kollégával egy bejárás, hogy körülbelül milyen kábelezés szükséges, milyen olyan egyéb eszközök szükséges, hogy oda a jelek foghatóak legyenek. Úgyhogy ez folyamatban van. Ugye a Zöldváros projekt keretében is több kamera kerül majd kihelyezésre, illetve ezek egy jelentős része már látható is. A játszótér, Kondi Park, de ugye fog a várakozás segítő központra kamera fölkerülni, illetve még az lenne a célunk, hogy a meglévő rendszerünk, ami elég foghíjas finoman szólva, hogy azok is képesek legyenek kommunikálni az új rendszerrel, és lehetőleg legalább egy 20-30 kamera kép megjelenjen a vállalkozás segítő központban. Az ipari parkkal kapcsolatosan ugye az egyik cég az egy komoly létszámleépítést eszközölt a vírus miatt, úgyhogy ott várhatóan számolni kell azzal, hogy ha még nem is az éven, de a jövő éven nyilván ez az adókban jelentkezni fog. A többi cég képviselőjével, 3-4 cég képviselője volt nálam,
hál' Istennek mindenkivel jól sikerült a kapcsolatfelvétel, segítőek voltak. Nyilván elmondták, hogy mik azok a problémák, amikkel ők most foglalkoztatják. Nyilván ez az, hogy leginkább a terület karbantartása, a kátyúk megjelenése, a téli síktalanításra panaszkodtak többen, de egyébként azt gondolom, hogy egy jó beszélgetéseken vagyunk túl. Úgyhogy ezekre természetesen ígéretet tettem, hogy amint lehetőség van, ezeket igyekszünk korábbi évekhez hasonlóan ellátni. Parancsa. Még egy kérdés, tehát a kamera nem teljesen tartozik, van-e még egy kis mozgástér benne, hogy hova lehet még kirakni? Konkrétan a Sajópart, Cserpnyi környéke, a szemétlerakások miatt, hogy ha nincs betervezve, akkor csak kéne, meg nekem a elképzelésem, hogy a Táncsics és az Őrköz a környéken. Több helyszínt határoztunk meg. Ugye az EFOPOS pályázat azért elég szűk keresztmetszetet ad arra, hogy hová lehet eltenni ezeket a kamerákat. Nyilván ott kellett igazodni a pályázati kiíráshoz. Egyébként a meglévő kamerák viszonylag jó helyen vannak, csak nem működnek. Tehát a cél, hogy ezeket rendbe tegyük, beállítsuk. Van olyan kamera, ami sajnos el van fordítva, és nem például a állomás utcán nem a forgalmat figyeli, hanem szembe a családi házas részt. Hát ezeket természetesen pótolni kell. Ott nincsen, de egyébként saját forrásból, igen, saját forrásból lehet, nyilván meg szeretnénk is, hogyha lesz rá forrásunk, bővíteni akár évente 2-3 kamerával. Nyilván olyan rendszert próbálunk most kialakítani, hogy ez a következőkben azért bővíthető legyen. Szétcsényi képviselő. Ha járunk, akkor ahol tudjuk, hogy az osztás volt, és ugyan valóban csökkent az osztás a fiatal ifjak között, azért még megpróbálnak idejönni innen-onnan mindenféle helyekről. Ugyanúgy azt mondják, hogy ez nem kábítószer, pedig a kábítószernél rosszabb, mert nem is tudják, hogy mit osztanak, és ott a kút környékén mi magunk is láthatjuk, ha arra járunk, hiszen elmondják ezek a gyerekek nem titkot árulva, hogy oda tényleg egy jól működő, magasra szerelhető, semmiképp nem elforgatható irányú, hogy legalább látható legyen, ha már valóban ilyen szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy visszajött a Flórián, és akkor ott talán tudnánk még inkább a gyerekeknek, meg a szülőknek, mert itt elsősorban azért a gyerek még nem is tudja, hogy tulajdonképpen mit csinál, de az édesanyja, ha már felelősség teljesen, mert zömében a gyerekeknek az édesanyja az, aki gyakorlatilag nagyon-nagyon aggódik, az apuka is, de mégis az apuka dolgozva nem is látja talán, meg már mire hazamegy, alszik, vagy éppenséggel nem is hiszem, hogy mindenképpen ellenőrzött a dolog. Egy a lényege, hogy ott olyan kamera legyen már feltehetően minden tekintetben, hogy azt vegye fel, és akkor el lehet kapni őket. Igen, volt is egy betörés, ha minden igaz, és ugye mi kameránk nem tudott érdemben segíteni, viszont a mozgást le lehetett követni, úgyhogy ezt a rendőrség meg is nézte. Egyébként a helyszíneket azt parancsnok úrral én egyeztettem, tehát megbeszéltük, hogy a pályázaton belül milyen feltétele rendszer van a kamerák kihelyezésének, és én átküldtem azokat a tervezett helyeteket. Ők voltak, amit még javasoltak pluszba, és összetudtuk hangolni a pályázati kiírással, úgyhogy mindenféleképpen most is ez is úgy történt, meg a jövőben is szerintem mindenképpen fontos, hogy a rendőrség véleményét kikérjük. Akár amit képviselőasszony is említett e tekintetben, akár a közlekedés biztonság szempontjából is, mert ők nyilván tudják, hogy hol vannak olyan pontok, ahol esetleg több a baleset, figyelmetlenebbek az autósok, és esetleg jól jöhet akár egy baleset során is a kamerakép. E tekintetben van-e még valakinek esetleg... Nekem még lenne a kamerában... Pászat. Hulladékos helyekre egyértelmű, beszéltük a Sajópartnak a másik végét, a Kastély utcai lejárót, hogy oda esetleg majd a tornaterembe fel lehetne egyet szerelni, és akkor így a két lejárat le van védve, hogy oda nem minden nap levinni, vagy ha leviszik, akkor legyen következménye. Illetve, hogy tiltó táblákat szeretném majd a két után helyezni, főleg nem csak oda, hanem más ilyen hulladéklerakónak használt területekre, ami a szemétlerakásnak a megtiltását tartalmazná, illetve hát nyilván felhívást arra, hogy van kamera, hogy hát ha ez is visszatartó erő lenne majd a szemétlerakása.
A másik kérdés pedig ez a Miskolci térségi konzorcium, ahol szabadon felhasználható pénzeszközök felszabadítása történt, hogy ez egyébként ennek mi a háttere, ezt tudjuk, hogy... Ugye gyakorlatilag ez egy ilyen osztalék jellegű összeg, amit a konzorciumban résztvevő tagok mindenki megkapott emlékeim szerint. De egyébként ez a konzorcium az mit csinál? Ez a hulladék, a hulladékos, igen. Így van, igen. Jó, akkor ismertetném a határozati javaslatot. A 2020 március-június havi jelentés elfogadására a Felső-Zsocvárosi Önkormányzatának képviselőtestülete elfogadta a lejárt határidei határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményről szóló jelentést. Kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú. Hatodik napirendi pontunknál járunk. Beszámoló a város 2019 évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásákról. Ugye a képviselőasszony már a hozzászólásában ezt érintette. Kucskár Tibor képviselő, tessék parancsolni. Köszönjük szépen, Tibor. Online. Sajnos ez nem működik, de köszönjük szépen a... Köszönjük szépen a jelenlétet. Széchenyi, tessék képviselőasszony. Amikor beszéltük a beszámolót, akkor fölmerült, hogy ott van egy ilyen kis faház átolt. A Gamesz által oda telepített kis faház. Az udvaron. Eme irányból. Igen, igen. Hogy az végül is aztán helyrehozott lett-e, vagy ott maradt, vagy elvitték, vagy mi lett az? Ez az udvaron lévő izolációs helység. Azaz. Ugye ez most még jelen pillanatban tudomásom szerint ott van. Ugye ez a veszélyhelyzet miatt került kialakítása. Hát nagyon csúnya egészségügyi. Szerintem nem. Ez le van kezelve, le van festve. Egészségügyi dolgozónak nem tetszik. Hát ők kérték. Ők kérték, de nem így. Vagyis nem ilyen. Vettünk kettő darab sátrat. Az első sátor sem felelt majd. Én nem tudom, de most meg fogom majd nézni, mert már most akkor, ha ott van. Ott van. Az megvan, akkor úgy renoválva vagy? Hát az USB lap le van kezelve, tető van, villamos áramot vittünk bele. Ők kérték, nem én. Világos. Kétféle sátrat vettünk, az első nem felelt meg, a második sem felelt meg, és utána pedig a Gamesz munkatársai egy zárható helységet alakítottak ki, kívülről le van kezelve, még azt gondolom, hogy esztétikailag is megfelel. Hát nyilván OSB labból készült, tehát nem műgyanta meg egyéb extrák vannak rajta. Én az orvos kollégáktól, amit hallottam, kiszolgálta azt, amire a célnak megfelel. És azok a problémák, amelyeket ők felvetettek, azon folyamatban vannak annak a javításai? Mire gondolunk? A klíma például, illetve hát ugye most nagyon-nagyon rájuk sütanak délután, és akkor ott általában az ő általuk felvetett problémák azok orvosolva lesznek, vagy mert hogy még nincsenek? Uh-huh. Tudomásom szerint a telefonod valami szörnyű. Ezt azért nem értem, mert én folyamatosan kérdezem, hogy mi a helyzet a telefonnal és az internettel. Hozzám mindig az egészségügyi dolgozóktól az a válasz jön el, hogy szuper. De nem az egészségügyi dolgozóknak van vele problémája, hanem azoknak a betegeknek, akik nem érik el az egészségügyiben dolgozó szakembereket. Pontosabban a betegek most a vírus alatt, meg a vírus után, most ugye be kell jelentkezni, és nem egy, nem kettő, hanem tized, nagyon sokan telefonálnak, nem veszik föl, foglalt. Szóval ezt tudjuk valamit. Én is kipróbáltam, és végig foglalt volt. Most annyi beállítást eszközöltünk az orvosok kérésére, hogy idáig úgy volt a telefonhívás, hogyha betelefonált valaki, kapcsolták az egyik orvost, akkor annak ellenére, hogy ő telefonált, úgy a vonal másik végén lévő telefonálónak úgy tűnt, mintha nem vennék föl. Tehát kicsengett, mint például egy esetleges mobiltelefonnál is, de azért nem veszi fel, mert egyébként telefonál. Most ebben nem tudok, nem vagyok ott, ezt nem tudom, hogy veszik fel. Hogy tényleg ott van lent az a kis valami. Igen. Ott kellene valakinek nyilvánvaló ülni és kapcsolni azt, aki... De ez most tudomásom szerint így történik. Hát nem így történik. Hát ennek járjunk akkor utána. Aki például ilyen mindennapi, mit tudom én, mire megy, hogy szomszédom, tehát ő panaszára. De nagyon sok ember idős, nem idős, amikor kéri az időpontot,
egyik nap el nem tudja intézni, majd másik nap sem biztos, de közben meg nem mehet oda, ha nincs időpontja. Ez itt a fő. Nyilván az, hogy most ez a protokoll, az szerintem az orvosaink sem tehetnek róla, hiszen nekik is előírják, hogy a betegellátást milyen módon tudják kezelni. Segítséget adjunk már, de hogy ez a telefon egyébként már mióta? Tudom, hogy probléma, hát nem. De tehát én értem, csak ugye például hozzám is érkezett jelzés, hogy telefonál és nem veszik fel, de ha déltől van a rendelés, 12:30-kor vagy 3:12-kor, hogyha telefonál, valóban nem fogják felvenni. Tehát itt is a hivatalban, ha 7 órakor telefonál valaki, nem fogjuk felvenni, mert nincs ott senki. Én meg fogom kérdezni az orvosokat, meg azt írjuk már össze, akkor azt kérem, hogy kinek milyen gondja volt, hogy tudjuk szembesíteni az orvosainkat, hogy hol a probléma. Én úgy tudom a jelenlegi állás szerint, hogy a kolléganőhöz fut be a telefon, a kis portásfülkében, amit te is említettél, és onnan kapcsolják az orvosokat. Ugye egyébként a beszámolóban látjuk, hogy egy rendelési idő alatt 60-70-80 beteget látnak el. Na most beérkezik 20 telefon, ami szerintem még alacsony számot is mondtam, csak számoljátok ki 2 perccel egy telefonbeszélgetést. Tehát az, azért az rögtön lejön, hogy az már a rendelési időből mennyit veszel. Tehát én is tudok róla, hogy sokan hogy nem veszik föl, de ha a rendelési időben az orvosnak van 60-70-80 betege, azért arra is figyelemre kell, és türelmesnek kell lenni. De ennek ellenére én azt kérem, hogy szedjük már össze, és akkor erről beszéljünk, hogy ha tényleg ilyen gond és tényleg probléma van, akkor ezt oldjuk már meg. Jó? Visszatérve a beszámolóra, tisztelt képviselő testület, azért látjuk azt, hogy 7722 rendelési időben ennyi esetszám jelent meg, tanácsadáson pedig 829 fő, ugye itt a korcsoporti bontásban is meg kibontották nekünk a beszámolóban. Részletesen kikérnek a táppénzes állományról, a szűrésekről, természetesen találjuk az észrevételeket, tapasztalatokat, problémákat, amivel igyekszünk mi is segítségükre lenni. Legutóbb az út problémáját jelezték a orvosok, hát ez valóban az odavezető út itt a Szent István utcáról, hát hagy némi kívánivalót maga után, ezt természetesen orvosolni fogjuk. Illetve ami még gond, a parkoló kialakítása, maga a parkoló már kinőtte azt a forgalmat, ami jelen van a egészségházunkban, úgyhogy hát ott is gondolkodunk el abban, hogy milyen bővítést fogunk tudni eszközölni. Én azt gondolom, hogy lesz rá megoldás, hiszen terület az rendelkezésre, csak egy jó minőségi parkolót kell kialakítani. Valamennyi házi orvosunknak ugye láthatjuk a betegforgalmát, és azért azt gondolom, hogy ezekből a számokból lehet következtetni, hogy tényleg nagyon sok beteg fordul meg az intézményben. Fogászatról is ugye egy pár szót ejteni, új fogorvosnőnk van, aki nagy lendülettel vetette be magát a munkába. Rendkívül szimpatikus, szerintem a felsőzsolcai emberek megelégedésére fogja ellátni a feladatát. Természetesen a védőnőinkről is kell, hogy szót ejtsek, csak 2 kolléganő látja el a feladatot, nagyon sok és széles körül az ő feladatuk is. Ami nekem érdekes számot mutatott, ez a születések száma, ha jól emlékszem, 64 gyermek született. Hát jó lenne, hogyha ez a gyerek szám, ez egy jövőre nézve egy kicsit emelkedve és gyarapodna a Felső-Zsolca lakossága. Jó, én itt szóban ennyit szerettem volna, még valakinek esetleg van-e hozzáfűzni? Képviselő asszony, akar még bocsánat az előzőekhez. Nem, mosolyogtam, mert hogy a doktornő is még rokon. Igen, igen. Tehát nem mondtad, hogy szimpatikus. Igen, nem a neve miatt szimpatikus, hanem a személyisége, igen. Nem, egyáltalán. Igen, hogy mondjam el, hogy tárgyak? Még Tündének lett volna, bocsánat, ő jelzett csak. Igen, biztos emlékeztek rá, hogy volt március elején egy megbeszélés az egészségházban, ami volt szerencsém részt venni, és ott egyébként éppen azokat a problémákat vettük végig, amiket a beszámoló jelenleg is tartalmaz. Nyilván ez még a tavalyi évre vonatkozó problémakör, és úgy gondolom, hogy ennek egy része már azért orvoslásra került. És én készítettem annak egy emlékeztetőt, amit át is küldtem neked is, a polgármester uraknak, polgármester úrnak is,
és ott végül is olyan javaslatokat dolgoztunk ki, ami képen ennek a megbeszélésnek a hatására egy közös platform volt. Úgyhogy amik még esetleg nem oldódtak meg problémát, azok kapcsán javasolnám ennek az emlékeztetőnek a használatát, mert ebben tényleg kitértünk minden olyan aktuális problémára, amiről szó van. Illetve amit még kérdeznék, ez a kötési rendszernek a kérdésköre, az tavasszal, ha jól tudom, vizsgálta egy szakember, hogy sikerült-e abban esetleg dőlőre jutni, hogy milyen megoldás volna lehetséges, hiszen ennek egy nagyon jó, modern rendszere van, csak nem működik megfelelően. Jelen pillanatban ugye a hatékonyságával van a probléma, az a kétoldalas leírás volt, amit ez az energetikai szakember készített. Gyakorlatilag az ő álláspontja szerint a rendszer nem tudja produkálni azt a hatékonyságot, amire egyébként hivatott lenne. E tekintetben ugye annyi történt, hogy Gomez képviselőjét megkértem, hogy a kivitelezővel vegye már fel a kapcsolatot, és akár egy ilyen karbantartással, akár esetlegesen egy szerződéssel, ami egy folyamatos karbantartást ír elő, megállapodni velük, mert nyilván ezt a rendszert karban kell tartani. Van egyfajta folyadék, ami itt biztosítja ezt a hűtés-fűtést. Elképzelhető az is, hogy az már nem megfelelő, mert azt bizonyos időközönként cserélni kell, frissíteni kell, pótolni kell. Ezt ebben várható ugye előrelépés, hogyha a telepítést végző cég esetleg tud nekünk abban segíteni, hogy mi az, ami miatt ez a gond. Ugye a fő problémát az okozza, hogy mivel a rendszer nem tudja azt a hatékonyságot, amit kellene, ugye az elektromos áramot használja leginkább fűtésre, és nyilván ezért tapasztalhatnak a szolgáltatók olyan magas áramszámlát, ami ellen jogosan vannak fölháborodva. Itt még egyébként annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye többek között emiatt egyik pályázatunk keretében napelemes rendszert terveztünk az egészségház épületére, bízva a pályázat sikerében azért nagy mértékben fogjuk tudni csökkenteni az ő költségüket. Köszönöm szépen! Még egy. Emlékeztetőben benne van, ugye dr. Magyar Erzsébet doktor, ugye már címzetes főorvosi cím használatára jogosult, viszont a képviselőtestület határozatban dönthet egy ilyen elismerő díszoklevél adományozásáról. Ha jól tudom, ilyen még nem történt a magyar doktornő vonatkozásában korábban, mert a 20 évben keresztül folyamatos házi orvosi feladatokat ellátó orvosnak jár ez. Erre javaslom, hogy egy zárt ülés keretében térjünk majd vissza. Jó. Köszönöm szépen. Ismertethettem a határozati javaslat. Tisztelt képviselőtestület, Felső-Zsolca Város Önkormányzatának képviselőtestület a város 2019 évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A napirendi pontot tárgyalta a Humán Politikai Bizottság. Igen, három igen szavazattal elfogadta és elfogadásra is javasolja. Azért három, mert nem volt teljes a akkori létszám. De határozatképes volt. Igen. Köszönöm szépen. Kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kész felemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyhangú. Hetedik napirendi pont következik. Beszámoló az önkormányzat 2019 évi adóztatási tevékenységéről. Ezzel kapcsolatosan is elkészült ugye egy beszámoló, tisztelt képviselőtestület tagjai részére. Itt gyakorlatilag a beszámolóban végigmentünk részletesen az adónemenként. Ugye kiemelendő az építményadó, jelenlegi bevallások alapján 68.385 négyzetméter terület az, amire építményadó kerül kiszabásra. Kommunális magánszemélyek kommunális adója, ugye 5.000 forint tétel, 2.200 adózó van ebben. Költségvetésünkben 2019 évben 10.970.000 forint került betervezése, ebből teljesült 9.914.000 forint, 90,3%-os a aránya. Egyik legnagyobb tételünk természetesen a helyi iparűzési adó, 1996-ban került bevezetése. 2019 évi terv 400 millió forint, az előírás 442 millió forint és 418 millió
több mint 418 millió forint a tényadatszám. 2019-ben az adózók száma 284 egyéni vállalkozó, 370 társas vállalkozás és 121 kisadózó. A beszámolót tartalmazza még a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeket, illetve hát végül de nem utolsó sorban, ugye, ami az adókat illeti, a gépjárműadó jelen pillanatban, illetve ha mi 2019-es esztendőről beszélünk, ugye a 40% az, ami helyben maradt, a 60% már korábban ugye az államot illette. Nyilván tudjátok, hiszen már több alkalommal is szó volt róla, ez a következő évben lesz érdekes, ugye sajnos a 40%-ot is elvették, ugye ez a mi esetünkben 32 millió 800 ezer forintot jelent a költségvetésünkben. Talajterhelési díjjal kapcsolatosan költségvetésünkben 1 millió 700 ezer forint volt betervezve, befizetett 183 ezer forint, hát ez ugye elég messze van a tervezett, illetve a teljesült adat. Talajterheléssel kapcsolatosan kolléganőkkel egyeztettem, és én mindenféleképpen szeretném, hogyha azt megfelelően kivetnénk minden olyan személyre, akinek talajterhelési fizetési kötelezettsége van. Nyilván azt tudjuk, hogy maga ez az adó nem gyakorlatilag arra hivatott, hogy ezzel a tétellel is a lakosságot szeretnénk arra ösztönözni, hogy a meglévő szennyvíz csatorna hálózatra rákössenek, hiszen a talajterhelési díj összege alkalmanként jóval magasabb lehet, mint a fizetendő szennyvíz tétel. Úgyhogy én azt kértem, és ebbe az irányba fogunk elmenni, hogy minden bevallást küldjünk ki, illetve aki a bevallási kötelezettséget nem tesz a jogszabályi keretek között, szankcionáljuk, illetve helyette állapítsuk meg az adó mértékét. Én azt gondolom, hogy ha elengedjük és nem foglalkozunk vele, soha nem fogjuk elérni azt, hogy gyakorlatilag azok, akik még nem kötöttek rá, azok továbbra sem fognak hajlandóságot mutatni. Ugye most már azért vannak kedvezmények is a rákötést, illetve bár még azért így is sokba kerül, de a talajterhelési díj így is jóval nagyobb lehet helyenként, mint a csatorna használati díj. Talán összességében ennyit szerettem volna 2019-es évet illetően, és akkor képviselőtársaké a szó. Hogy a Zsolta, a polgármester úr? Köszönöm szépen. A talajterhelési díjakkal kapcsolatban gondolkozzunk már valamilyen olyan lakosságot segítő csomagon, ami a szennyvízvezetékre való rákötést segítené. Tehát azon túl, hogy a jogszabály szerint a szankciókat ugye alkalmazni kell, de tudjuk, hogy azok a családok, akik nem kötöttek még eddig rá a szennyvízre, ők valamilyen oknál fogva, nem biztos, hogy hanyagságból és nem törődömségből nem kötöttek rá, hanem esetleg segítségre szorulnak, hogy a őket segítendő csomagot próbáljuk már meg összeállítani. Ez lehet akár csak a kérelmek elkészítésének, a papírmunkáknak az elkészítésében való segítség. Tehát nem feltétlen közvetlenül anyagi segítségre gondolok itt, de akár az is valamilyen formában szóba jöhet, hogyha a későbbiekben erre gondolunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, megfontolandó a javaslat. Én azt gondolom, hogy a következő évi költségvetésnél meglátjuk, hogy mennyire lesz mozgásterünk. Érdemes el gondolkodni ezen, hogy akarunk-e, tudunk-e, és hogy az milyen formában, akár adminisztratív, vagy egyéb szakember, bármilyen módon szerintem segítség lehet, hogyha valaki rákötési szándékot mutat. Köszönjük szépen a polgármester úr, Imály János képviselő úr. Köszönöm szépen, ez a két gondolatkör, tehát egyik az, hogy csak van válság, pénzügyi válság. És néztem, hogy az építményadónak a teljesülése 89,75%-os, tehát nincs 90. A gépjárműadó, ami tavaly évben még milyen lett volna
az a rész, az 85,5%-os a teljesülése, tehát komoly pénzeink vannak kint, hogyha az, arról kell gondolkodnunk, hogy esetleg még pótköltségvetéseket csinálunk, módosításokat, takarékosságot, akkor oda kell figyelni, hogy arra mindenképpen mondom, hogy milyen, azt nem kegyük el. Tehát azt behoztuk. A másik, a tajterhelés, a megint egy kedves témám. Na most az, hogyha mi elvárjuk az adófizetési morált egyik tényleg mindenkitől, akkor tényleg itt ne csukjuk a szemünket, ne igazságtalanak leszünk azok a szemben, akik fizetnek. A másik pedig, hogy itt a talajterhelési díj nem azért van, mert pénzt akarunk begyűjteni, hanem vannak bizonyos elvárások, társadalmi elvárások, tehát az, hogy ahol a vízhasználat, szennyvíz elengedése nem megfelelő, ott egyfajta gyermekveszélyeztetés is fennáll. És az a járványügyi helyzeten keresztül, tehát most a hepatitisre gondolok, tehát nem csak őket veszélyezteti, hanem az egész várost. A másik az, hogy a vízbázisunk rendőrjeségesen földön van. Itt van egy 5-7 méter alattunk. Az nem lehet, hogy egy zónában folyamatosan azt szennyezzük. A harmadik, ami szintén ide kapcsolódik, hogy hogy is mondjam, tehát itt beszélünk arról, amit a polgármester is mondott, hogy 17 adózó nyújtott bevallást, és hogyha ha megnézzük, legalább 100 napra lehetnek azok, akik valójában a szennyvizet úgy elengedik, tehát nem a csatornába, nem zárt falu tárolóba, csak úgy megy le. Tehát egy hatalmas nagy szám. Tehát ezt, ha szeretjük a közöttünket, ezt nem is egyszerűen, tehát hívnunk kell. Tehát amit mond a polgármester úr, hogy pénzt kell különíteni, visszafordulni, segíteni mindenképpen, de nem engedhetjük, hogy az eddig gyakorlat volt éveken keresztül, ezt folytatódjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék még elmondani, ugye az adóbeszedés, illetve a hátralékok beszedése az folyamatban van. A héten ugye a veszélyhelyzet miatt ugye szüneteltetni kellett az adó végrehajtásokat. Ezt a kolléganők már összeszedték, elkészítették, vagy már talán el is küldték. Valóban azért az látszik, hogy a több adónemből össze, hogyha összeadjuk a számokat, azért egy komoly összeg az, ami kint van. Nyilván biztos lesz egy része, amit nem fogunk tudni egyéb rajtunk kivel állókok miatt behajtani, de most a napokban gőzerővel elindult ezeknek a kint lévőségeknek a jogszabály szerinti beszedése, és a talajterhelés, amíg annyit kapcsolódva képviselő hozzászólásához, hogy nyilván egyrészt ugye jogszabály rendelkezik arról, hogy ezt aki nincs rákötve fizetnie kell, arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy gyakorlatilag azok, akik nem kötnek rá, egy óriási környezetterhelést jelentenek, és nyilván ez egy következő ok, vagy egy másik ok lehet, hogy tényleg itt következetesen eljárjunk ebben a kérdésben. Biztos, hogy sok ember nem fog tetszeni, de azért látjuk, hogy vannak olyan következetes polgárok, akik igenis beküldik a bevallást, és be is fizetik a talajterhelési díjat. Köszönöm szépen, képviselőtársak, Tünde, Pásztor Tünde. Ez a talajterhelés, ez megvan. Milyen számlánk? Tehát a talajterhelési... Az egy külön alszámla. Így van. Ez a környezetvédelmi alapszámla, és ezt ugye csak bizonyos környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Így van. Tehát, hogy ehhez kapcsolódóan, amit a polgármester úr mondott, hogyha valami olyan tervet kidolgoznánk, ami erre megoldást nyújt, akkor lehet-e esetleg ennek az alapnak a pénzét erre használni, vagy az ebben az alapban felbűnlevő összeget? Jó. Nem tudom, csak... Nekem van is egy konkrét ötletem rá egyébként. Ha történetesen egy ingatlan használó befizette a talajterhelési díjat, mert ugye nincs a csatornára rákötve, amennyiben vállalja, hogy ráköt a csatornára, megvalósult átadva, akkor az előző évi talajterhelési díjat esetleg visszakapná a munkálatok elvégzésének kompenzálására. És akkor esetleg egy olyan késztetést érezne valaki, hogy jó, nem voltam rákötve, fizettem a talajterhelési díjat, mert ugye az meg jogos, hogy fizessem, és igenis rá kell kötni,
és akkor esetleg egy évvel beljebb van ő, hát mi meg nem, de... Rendeletet kell. De esetleg róla is, meg lehet csinálni. De hosszú távon biztos, hogy egy jövedelmező lenne. Hát egyszerűbb kifizetni a bírságot, mint megcsinálni a közművet. Ugye most a van tajterhelésre szóló rendeletünket, ugye ezt a rendeletmódosítással lehet elérni, hogy akár kedvezményeket, de tudomásom szerint vannak is most benne egyébként kedvezmények. Nyilván nem ez, amit a polgármester is említettél. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amire későbbiekben mindenképpen érdemes visszatérni, és egy a rendeletmódosítással törvényes keretek között. Ezt a visszafizetést, ezt így én elsőre... Nem visszafizetés, bocsánat, tehát a bekerülési költséghez való hozzájárulást. Tehát az gyakorlatilag ugyanaz, csak nem mindegy, hogy hogyan nevezzük a világos gyereket. Igen. Rimán János képviselő úr. Először nézzük meg, hogy milyen jogi mozgástörünk van ennek. Nem most csak kapogatózzunk. Tehát egyértelmű, ha van rá lehetőség, akkor ezt az összeget nyugodtan visszafordíthatjuk. Mi érdekünk. Erről szól az egész. A másik, amit utalt a polgármester úr, olyan ez a réteg, tehát a 17 főben nem hiszem, hogy túlsúlyában van abból a rétegből, hogy ezt be kell kötetni a vizet. Tehát ez a 17 fő inkább néhány nyugdíjas, akinek még régi cárója van, és abba. Tehát azokra van szó. Tehát a Táncsics Zöldfa utca lakói nem hiszem fizetek. Egy sem. Köszönöm szépen. Még valakinek a napirendi ponthoz kapcsolódóan? Tisztelt képviselőtestület, ismertetném a határozati javaslatot az önkormányzat 2019 évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóról, Felső-Zsóca város önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat 2019 évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. A napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság. Igen, köszönöm szépen. Igen, tárgyaltak még második napján, volt. 5 igen, aztán elfogadjuk és elfogadjuk. Azzal a kérdésítéssel, hogy valamennyi adó nem tekintetében a végrehajtási eljárást kezdje meg a hatóságunk, tehát az osztályunk. Világos. Az meg is indult. Az meg is indult, így van, így van. Köszönöm. Így van, teljes út. Köszönöm szépen, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. 8. napirendi pontnál járunk. Beszámoló a Felső-Zsolcai Gomez 2019 évi tevékenységéről. Tisztelt képviselőtestület, a beszámolót ugye előzetesen a képviselőtestület rendelkezésére bocsájtottuk. Ugye a Gamesz elég széles körben látja el a feladatait a városunkban. Intézményüzemeltetés, városüzemeltetés, kommunális feladatok, központi irányítás, konyha, közmunkaprogram, és hát számos olyan tevékenységgel foglalkozik, ami ugye itt a városüzemeltetéshez hozzátartozik. A jelenlegi állományuk 2019 évről beszélve 32 főben került meghatározásra. Közvilágítási feladatokat emelnénk ki, ugye ennek a költsége 12.598.450 forint volt. Itt ugye azért szeretném megjegyezni, hogy a korábbi években helyenként ledes világítás került beszerelése. Nyilván a cél az lenne, hogy a teljes hálózatot előbb-utóbb ezzel az új technológiával a ledesre váltsuk ki. Ilyen köztisztasági feladatokat végeznek, zöld terület karbantartást, tehát tényleg nagyon széles a paletta. Ugye végignézve a jármű parkjukat, én azt gondolom, hogy azért van hová fejlődnünk, ugye, mert a beszerzett gépek azért régebbiek, elavultak, de én azt gondolom, hogy a közmunkaprogramnak köszönhetően sok olyan dolog került a korábbi években is megvásárlásra, ami megkönnyíti a mi munkánkat, és egyébként az órámra pillanatva hamarosan begördül a egyik pályázatunk keretében vásárolt traktor, ami szintén nagy szolgálatot fog tenni. Ezen túlmenően ugye, ami még fontos, hogy lakosságot érintő gyakori probléma, ezzel lehet, hogy ti is szembesültök, ugye a kóba rebek befogása. Ugye itt ez is egy olyan feladat a sok másik mellett, ahová semmilyen állami vagy egyéb forrás nem biztosítható, ez mind-mind a saját költségvetésünk, saját bevételünk terhére történik, és hát azért azt látni kell, hogy egy-egy ilyen kutyának a befogása már 20 000 nagyságban van.
Hál' Istennek azt el kell, hogy mondjam, hogy a Felsőzsolcán nagyon sok olyan állatbarát és állatszerető ember van, akikkel jó a kapcsolat, és tényleg közösen próbálunk kutyát menteni. Pásztor Tünde képviselő asszony is, ha jól emlékszem, már mentett kutyát közösen, és higgyétek el, hogy ez óriási gond, mert sokszor falkába verődnek, és a lakosaink félnek teljesen jogosan. Több ponton jelennek meg egyébként ezek a kutyák, nincsenek beoltva, ugye a határba járnak, nem tudjuk, hogy mivel, milyen módon érintkeznek. Sajnos legutóbb egy oszlophoz kikötött kutyát mentettünk, de az elmúlt héten két lakossági jelzés, az egyik a Rétföld utca végéről, a másik a Árpád-Fejedelem Kodály Zoltán végéből érkezett. Polgárőrök segítségét kértem, hogy megkeressük a kutyusokat, de nem találtuk meg. Tehát óriási gond. Nyilván gond ez máshol is, csak a nagy gond mellett egy óriási tételt képez a költségvetésünkbe, amire, mint említettem, semmilyen forrás, állami forrás nem áll a rendelkezésünkre. Gyakorlatilag én röviden ennyit szerettem volna szólni, és akkor átadnám nektek a szót. Képviselőtársak, tessék parancsolni. Rimály János képviselő. Köszönöm szépen. Na most ez a Gomez problémakör sokan jobb, tehát rengeteg szer átnő az ő fejét fölött. Beszélgettünk is bizottságban rengeteget erről. Szó volt arra, hogy esetleg a máji idő és a vérlakások tekintetében egy pénztapot kell tenni, mert nagyon sok pénzt kell vissza megfordatni a két célra. Beszélgettünk arról, hogy a egymás mentélés szabályait befejező rendetünket azt módosítanunk kell. És ott ki kell majd térnünk az illegális személyfelakásoknak a helyzetére, esetleg szankcionálására, a szemetelésre, a nem megfelelő közkifolyó használatra, a nem megfelelő app tartásra, hogy ne csak elvárás legyen, amikor tudjuk, hogy honnan származnak és milyen módon tartják a kutyákat. És még egy dolog, amit ott nem beszéltünk, de érdekes lehet, a parlagfű kérdése. Tehát a parlagfűnél tavaly Heves megyében úgy csinálta a hatóság, a kormányhivatal, hogy drónokkal járt a határt és vette föl. És ha parlagfűet talált, akkor a trafipaxot automatikusan küldte a büntetést. Tehát nem volt semmiféle felebezés, így működött. Ez így működött tavaly Heves megyében, és idejében itt tervezőmegyében is. Ez egyben lelkedes információk. Mindegy, tehát észni kell lennünk, és emiatt mondom, hogy ha egyszer már lefényképezik és minket érint, akkor már később nem lehet megfordni, akkor bírság van. Tehát nem lehet visszanyúlni a rendszerbe. Ez egyfajta figyelmeztetés volt egy. Most a hírben hallottam az információt. Igen. Ennyi. Köszönöm szépen. Képviselő asszony, tessék meg. Igen, mi is tárgyaltuk ennek a kérdésnek a körét. Természetesen elfogadásra is javasoljuk. Ellenben a mostani helyzetre tekintettel, mi különös tekintettel a bérekre koncentrálunk. Konyhás, központi konyha dolgozói esetében, illetve aki új dolgozóként, mondjuk egy esetet asztalos, csak megemlítem, egy főiskolát végzett fiatalember, nem ismerem személyesen, de mindenképpen nyugdíjba vonuló Rickó Barnának a méltó elküldését. Tudom, sok ilyen-olyan megjegyzés van, ettől függetlenül 40 évig tisztességgel, becsülettel. A körülmények néha eltérőek voltak az átlagtól, de mindegy. Ami még itt nekem fölírásra került, engem rendkívül irritál a bennem jutás a Gamezba és ott az a rács, mert egyébként mindenki tudja, hogy elég jó hangosan tudom mondani, hogy haló, itt vagyok, szeretnék valamit intézni most a diákunk a kapcsán, de ez mégis méltatlan, hogy ott áll nem csak én, bárki az esőbe a lépcsőn, és vagy beengednek, vagy nem engednek be. Hát ez mondjuk elég érdekes az én meglátásom szerint, és én mindenféleképpen azt szeretném, ha más nem egy kolomb, vagy bármi, ami jelzi, hogy ott van valaki. Én tudom, hogy milyen komoly problémákat küzdködnek a dolgozók magatartása miatt, de ez akkor sem megoldás, hogy van egy munkahely, bezárom a rácsot, aztán vagy beengedem, vagy nem kitekintek, na hát esetleg ehhez hozzászólok. Szóval én ezt így nagyon furcsának érzem. Illetve ezt is el kell mondjam, bár már vesztőparipám nekem már ez a dolog, hogy
megint vezető nélkül maradva van ez, hát tudom, hogy nem könnyű a helyettesnek a dolga, hiszen most ez ráhárult, hiszen ez automatikusan így alakul. Egész véletlenül bementem ott a másik Gamesz udvarba, pont hétkor, mert egyébként fodászok mentem, és kíváncsi voltam, hogy ki irányítja egyébként azt a munkát most ott lent. Végül is örömmel láttam, hogy a Laci bácsi jutott, persze hát káosz hegyén hátán, rengeteg millió ember, de legalább azért mentem egyébként, mert lesz egy rendezvény az iskolának az udvarán, és hogy magas ott a fű, enyhén szólva Szent István iskolának itt ennek a, igen, és akkor hogyan már megoldható lesz-e annak a levágása, és nagyon pozitívan állt hozzá, a hétele lesz vágva, hát már szerda van, akkor már tényleg úgy gondolom meg is oldják. Tehát minden esetre úgy, ahogy János mondta, és én ezzel abszolút egyetértek, hogy egy nagyon nehéz munka, rengeteg emberrel, ráadásul pont olyan emberekkel, akikkel nem könnyen lehet szót érteni. Mert az ember ugye heves, meg kiabál, én is szoktam, és akkor persze, hogy ez konfliktus. Viszont ha meg lehet oldani, hogy konfliktusmentesen tényleg az ember akár mondjuk bejusson, kollégáim szerették volna a diákmunkát intézni a gyermekeiknek, és most nem fogom részletezni, mik történnek, meg mik nem, tehát akkor erre találjunk megoldást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Röviden reagálnék, mely üdülőt ugye több képviselőtársammal megnéztük. Sajnos az állapotok azok olyan, amilyennek láttuk. Kérem majd a többi képviselőtársat, aki még nem volt, hogy egyeztessünk és nézzük meg. Előzetesen annyit, hogy akik ott voltunk, gyakorlatilag mindannyian abban az irányba foglaltunk állást, hogy érdemes vele foglalkozni, és ha még anyagi áldozatokkal is jár, de tegyük rendbe. Bérekkel kapcsolatosan képviselőasszonnyal abszolút teljes mértékben egyet tudok érteni. Gyakorlatilag több éve ott lévő, jól képzett szakemberek a garantált bérminimumot kapják, ami 217 ezer forint, hogyha... Még egyszer? 210.600 bruttó fizetésről beszélünk, tisztelt képviselőtársak, és azt gondolom, hogy ebben mindenféleképpen egyetértve képviselőasszonnyal kell, hogy lépjünk. E tekintetben a helyettes asszonnyal átdolgozott egy olyan, mondjuk így bértáblát nevezzük így, amivel egy kicsit jobban tudjuk a kollégáinkat akár fizetés révén is megbecsülni, mert az a 120-130 ezer forint, amit képviselőasszony is említett, hogy egy tényleg felsőfokú végzettséggel rendelkező, nagyon ügyes kezű fiatalember keres, hát én azt gondolom, hogy azért az sok mindenre nem elég, főleg aki még ráadásul család és házasságkötés előtt áll, de egyébként nyilván itt az idősebb kollégákat is egyébként megengedhetném. Képviselőasszony említette Rickó Barna bácsit, ugye hát ő valóban egy olyan munkatársunk, aki tényleg 40 év, ahogy te is említetted, a szolgálatában áll, és tényleg több helyen ott maradt a keze nyoma, úgyhogy én azt gondolom, hogy azon leszünk, hogy ezt megfelelőképpen honoráljuk az ő távozását követően. Gamesz bejutással én is jeleztem, nekem is kellemetlen ott halózni a lépcső előtt. Ezt helyettes asszonynak beszéltük, hogy hát nem túl impozáns egy közfeladatot ellátó közintézmény, amikor egy rács fogadja. Nekem más út erről az eszembe. Ezen fogunk változtatni. Azt azért viszont el kell, hogy mondjam, hogy ugye tényleg ott olyan ügyfélforgalom jelentkezik, amit nagyjából el se tudunk képzelni, mert percenként, de nyilván nem csak azok az emberek mennek oda, akiknek most ügyes-bajos munkából kifolyó dolgaik vannak, hanem egyéb ügyintézés, akár jó magam, akár bármelyik képviselőtársam, úgyhogy erre ki fogunk találni egy méltó módot, mert nekem se volt szimpatikus, hogy a rács előtt halóznom kellett, úgyhogy ez ebben mindenképpen... Más nem tudtam tenni, csengő kérdése is felmerült, én a rács ellen vagyok, nekem az nem jó üzenet, akkor inkább egy beépítjük azt a részt egy előszobának vagy bárminek, de valamit ki kell találnunk, mert ezt fogjuk rendezni, ezt helyettes asszonnyal beszéltük, meg csengőt is tettek föl. Jó, Szent István utcai fűvágás, ugye az iskola az ugye nem a mi feladatunk, egyházi megrendelése történik, de a pénteki rendezvény miatt holnap, ma fogják vágni a füvet. Igen, ahogy bemegyünk a központi konyhába, balra. Ott láttam tegnap.
Tehát biztos, hogy nagy a fő, majdnem a kopjafánál? Kopjafa környékén. De ma vágják. Ma vágják. Ma reggel 7-kor beszéltem Alaci bácsi. Én tegnap... Jó, hát akkor most ő is azt mondta, hogy még nincs levágva, és tegnap én láttam, hogy nincs levágva. De nem, nincs levágva. Mára volt beütemezve. Igen. Hétfői vezetői értekezleten már beszéltünk róla, mert a pénteki rendezvényre azért nyilván kulturáltan kell fogadni a odaérkezőket. Nem vitatkozom. Jó. Mi a lényeg, hogy legyen levágva? Májüdülő. Tessék, a polgármester úr. Tehát tényleg képviselőtársammal megnéztük, és a beszámolóban az van, hogy itt pályázati forrásokra hagyatkoznánk, olyan kis újítanánk fel. Én azt javaslom, hogy legalább a tereprendezést meg, amiket munkálatokat el tudnánk végezni esetleg a GAMESZ-a a közmunkaprogramba, akkor azt lehet, hogy azt időben el kellene kezdeni, mert nagyon sok lehetőség rejlik abban az üdülőben. Én eddig nem láttam, bár 5 évig első ciklusban is, az előző ciklusban is képviselő voltam, nem is gondoltam, hogy ilyen szép épület van ott májban, vagy ilyen környezetben. Nem szép az épület, a környezet szép, és nagyon jó lenne, hogyha ezt újra felvirágoztatnánk. Így van. Ahogy beszéltük, ugye az első kérdés, hogy a tető legyen megoldva, és nyilván utána a tereprendezés jöhet sorra. Úgyhogy még egyszer kérem a képviselőtársakat, hogy egyeztessünk már, hogy szeretném, hogyha mindenki majd véleményt formál, és természetesen megnézzünk, aki még nem látta. Ismertetném a határozati javaslatot, hogyha nincs további hozzászól. A polgármester, tessék. Köszönöm szépen. A népkonyhával kapcsolatban egy beszúrás. Jelzést kaptunk, hogy hogyan működik a népkonyha jelen pillanatban. Egy egyeztetést tettünk az elmúlt héten csütörtökön. Dórával voltunk, az élim szolgálat munkatársával beszélgettünk az ottani állapotokról, illetve konkrét képet kaptunk az étel osztásnak a módjáról, hogy az hogyan kell, hogy történjen. Már most én is tisztán látom a kötelezettségeket, és arra tettem ígéretet, hogy többször fogom ellenőrizni az ételosztásnak a voltát, hogy hogyan zajlanak az események. Egyelőre a megbeszélések alapján, amiben megállapodtunk, úgy látszik, hogy teljesítésre kerülnek, tehát fennakadás nélkül fog folytatódni az eddig megkezdett munka. Köszönöm. Hány a kajánka? 251 volt. Mennyi? Igaz, 251 adagot osztottak szét. Tehát ez a csütörtöki adat volt, akkor nem. Egyszer régen 900-ra indultunk, aztán lecsökkent 800-ra, de... Bocsász, minden haragudj. Igen. 800 fő kapacitásra volt tervezve maga az egység, és soha nem volt ekkora. 350 fő volt a legmagasabb ételszám, adagszám, amit kihoztak, mert ennyire mutatkozott igény. Ugye úgy történik ennek a működése, hogy aki jelzi, hogy szeretne ételt kapni, akkor onnantól kezdve válik ő étel elvitelére jogosultnak, vagy éppen ott fogyasztásra jogosultnak, és hogyha oda megy, akkor ott elfogyaszthatja az ételét, vagy saját edényébe áttöltve elviheti. De mindenféleképpen jeleznie kell, és aláírásával igazolni kell, hogy ő elvitte az ételét. És ezek a számok csak tervezettek voltak a 800 fő, amit kezdetben beszéltünk, amikor indult a népkonyha. Ez a maximális kiszolgálható ételszám volt, darabszám volt, de soha nem működött ekkora a kapacitása. A maximum 350 adag volt a legnagyobb eddig ismereteim szerint, ami ott kiosztásra került. Most 251 adag ételt osztottak múlt héten csütörtökön, valamint a diák étkezés, még azt kell ide említeni, hogy a diák étkeztetés, a nyári diák étkeztetés, ami ugye kötelességünk, szintén ott kerül kiosztásra, mert azok a ott dolgozó közmunkás asszonyok, akik ott éppen az ételkiszolgálásban vagy kiadásban segítkeznek, dolgoznak, ők ezt el tudják jelen esetben végezni, és
nem indokolta semmi, hogy az iskolában folytassuk ennek az ételkiosztásnak a megszervezését. Éppen ezért ott történik az is. Természetesen nem összekeverhető a kettő, két konyha szállít így oda, a légumszolgálat, illetve a mi napközis konyhánk, és a két étel kiadásának időpontját sem szabad összekeverni, tehát ott azt is egy fél órával el kell határolni egymástól. Tehát ilyen állapotok vannak. Egyelőre zökkenőmentesen egy beállt már a rendszer, már működik, és bízunk benne, hogy a diák étkeztetéssel sem lesz probléma, de a nyári étkeztetés. És olyan van, hogy mondjuk nem marad a kaja, és utána akkor az szétosztják, hogy megromlik, vagy mi lesz vele? Hát ha... Csak hogy? Igen. Mert én hallottam olyat, egy igaz, hogy alkoholista bácsitól, és alkoholista is fordítva mondta, tehát nem nagyon adtam hitelt az ő szavának, hogy ő oda ment, és ő neki nem adta. Ezt szeretném megkérdeni, meddig? Tehát ki van szépen írva, hogy tessék, figyellek. Vettem a kérdést. Az ételosztás délután 1 órától délután 5 óráig valósulhat meg. Az étel egy futár hozza kb. 3-4-1-kor ér oda az étel előtte, 4 órával az ételosztó asszonyok már ott vannak, tehát ők 12:30-tól körülbelül dolgoznak ott, és a szabályok szerint 17 óráig nyitva kell, hogy legyen az ételosztó hely. Természetesen a jogosultak, akik az étel átvételre jogosultak, ugye jelzésük, saját jelzésük alapján, aláírásukkal igazolják, hogy átvették az ételt. Olyan nincs, hogy ha valaki jogosult az ételre, időbe oda megy, hogy neki nem jut. Természetesen van olyan, hogy ha valaki jogosult az étel átvételére, de saját jogán nem jelent meg valami oknál fogva, ez nyilván az ő döntése. Természetesen, ha valaki jelzés nélkül igényt tartan az ő ételére, akkor erre természetesen van lehetőség. Azt mondta az élim szolgálat vezetője, hogy a megmaradt étel természetesen a kiküldő padellában elszállítja a futár, elviszi. A megsemmisítéséről nyilván a szolgálat gondoskodik. Természetesen a cél, a szándék az, hogy azok az ételmennyiségek, amiket naponta kiszállítanak, azok inkább fogyanak el, mint hogy... Mert nyilván ennek, ugye tudjuk, hogy ingyen étel nincsen, valaki azt kifizette, annak nyersanyag normája van, különböző költségei vannak, előállítási, terembérleti, energia, kiszállítási és egyéb költségei vannak. Úgyhogy az pedig csak egy külön jó dolog, hogy nálunk a közmunkaprogramból tudunk biztosítani dolgozókat, akik ennek a kiosztásában segítkeznek, és a helységet tisztán tartják, karban tartják, tehát szerintem teljesen jól működik a rendszer jelen pillanatban. Köszönöm szépen. Határozati javaslatot ismertettem. Ügyet tárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. 3 szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Egyhangulag 5 szavazat elfogadtuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú döntés. Tisztelt képviselők, tisztelt jelenlévők, egy 5 perc szünetet tartanánk, és a 9. napirendi ponttal fogjuk folytatni. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a szünet után a képviselőtársakat. Képviselőtestület továbbra is határozatképes. Abban kérném a képviselők hozzájárulását, hogy a következő napirendi pont, a 19-es napirendi pont a Felsőzsocai Napközi Otthonos Óvoda 2020-21-es nevelési év munkaterv tervezetének véleményezése megcserélődjön, tehát ezt a 19-es napirendi pontot tárgyalnánk, és a 19-es helyet pedig a 9-es napirendi pontot tárgyalnánk. Kérem a képviselőtársakat, aki ezzel a javaslattal egyetért, változtatással, készfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Hogy ezt nem írja elő, beszéltünk róla a törvény, és ezt a későbbiekben eltörlésre javasoltuk. Ott van benne a jegyzőkönyvben, mert erre nincs szükség. Világos. Ennyi.
Köszönöm szépen. Akkor a következő napirendi pontunk a már említett Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2020-21-es nevelési év munkaterv tervezetének véleményezése. Ez egy elég vaskos anyag, ami kiküldésre került. Esetleg kérem a óvodavezető asszonyt, hogy egy rövid összefoglalót ejtsen már meg róla, hogy szavazni tudjon róla a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még képviselőtársak közül valakinek esetleg hozzászólása? Nincs, ismertetném a határozati javaslatot. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2020-21-es nevelési év munkaterv tervezetének véleményezéséről elfogadásáról a Felsőzsolc város önkormányzatának képviselőtestülete a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2020-21-es nevelési évre vonatkozó munkaterv tervezetét elfogadja. A napirendet tárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. Igen, polgármester úr, amelyet elmondott, ezt azzal a kiegészítéssel, amit az előbb megemlített vezetővelő, azzal a javaslattal 3-4 szavazattal elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Aki a Humánpolitikai Bizottság javaslatát kiegészítve a határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú. Köszönjük szépen óvodavezető asszonynak a jelenlétét. És akkor a 10-es napirendi ponttal folytatnánk Felsőzsolca város önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról. Hát gondoltam, hogy helyet cserélt a kettő. Mi a probléma? Tehát most mehetünk a 2019 évben Felsőzsolc város önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásáról. Igen. Jó. Meg majd utána 9, amit kinevettem. Így van, a 19-esnél fogjuk a 9-est tárgyalni. Tisztelt képviselőtársak, a tájékoztatást ugye megküldtük. Ebben a képviselő testület által rendelkezésre bocsájtott támogatási alap került annó kiosztásra. Ugye a 2019-es támogatási alapból támogatásban részesültek a civil szervezetek. A Péntek 17 sportbaráti kör, Berki Horgász Egyesület, Együtt Felső Zsolcáért, Felső Zsolcai 2-es számú óvoda gyermekeiért alapítvány, Felső Zsolcai Férfi Népdalkör, Felső Zsolcai Iskoláért Alapítvány, Felső Zsolcai Nagycsaládosok Egyesülete, Felső Zsolcai Nyugdíjas Klub, Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola Diák Önkormányzata, Felső Zsolcai Szent Miklós Óvodáért Alapítvány, Kéz a Kézben Alapítvány, Rákóczi Szövetség Felső Zsolcai Szervezete, Zsolca Kulturális Egyesület, ez a Rozmarin Népdalkör, Zsolca Tánc Népművészeti és Kulturális Egyesület, Csomasz Band Együttes. Ugye itt a táblázatban láthatjuk a támogatási összegek mértékét. A előterjesztésben szerepel, hogy a civil szervezetek a kapott pályázattal elszámoltak, és a kollégák a beszámolót elfogadták. Képviselőtestület tagjai a szó. Képviselőasszony. Igen. Itt a pénzig van. De nem baj. Mert mi egyetértettünk velük. Részben hozzájuk összeértettük, időműködik. Nagyjából. Köszönöm szépen. Még valakinek esetleg hozzászólás?
határozati javaslatot ismertetném. 2019 évben Felsőzsolc város önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatásról. Felsőzsolc város önkormányzatának képviselőtestülete elfogadja a 2019 évben Felsőzsolc város önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatót. Ugye a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Igen, köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta, és 5 igazgatóval elfogadta a tájékoztatást. Köszönöm szépen. Humán Politikai Bizottság. Igen, itt nincs ugyan benne, de 3 ügyen szavazattal elfogadásra javasoljuk. Mármint, hogy ebben a benyomban. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátanám a határozati javaslatot. Aki a általam felolvasott határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. 11. napirendi pont az önkormányzat gyakorlatilag zárszámadásáról szeretnénk ugye tájékoztatást adni. Itt ugye a napirendi pont megnevezésében beszámoló szerepel, de tekintettel arra, hogy ugye rendeletalkotási kötelezettség áll fönt, egy tervezet a 2019 évi költségvetés végrehajtásáról. Gyakorlatilag ez a önkormányzati rendelet, ami elkészült, ugye ez a Magyar Államkincstár által leellenőrzött és elfogadott számokat tartalmazza. Valamennyi bizottság tárgyalta, bocsánat, pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. Rosszul mondom, mindegyik bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérdezem képviselőtársakat, hogy valakinek van-e valamilyen kérdése, észrevétele. Csak János, parancsolj! Csak két dolgot beszéltük, de fontosnak érzem, hogy még egyszer hangsúlyozzam. Tehát bizottsági részén egyik az, hogy Istenem a számokat. Tehát a felhalmozási pénzmaradvány 929,5 millió volt. Tehát ez magas, tehát ez olyan szempontból kedvezőtlen, hogy azt jelenti, hogy sok minden nem valósult meg időben. Tehát ezt valamilyen szintén nehezményeztük, de elfogadtuk ettől függetlenül a dolgot. A másik azért tegyük hozzá, hogy ez az év, a 2019-es év, most a 2020-21 függvényben egy kegyes év volt. Tehát ilyen jó számaink, hogy ennyi pénzünk van, lehet, hogy egy pár nem lesznek. De becsüljük meg. Így van. Köszönöm szépen. Még valakinek esetleg? Ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelettervezetet. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a tervezetet. Köszönöm szépen. Humán Politikai Bizottság tárgyalta. Na most akkor 3 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. 5 igen szavazattal elfogadott és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom a 2019. évi költségvetés végrehajtása és vagyongazdálkodására szóló rendelettervezetet. Aki a rendeletet elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon most. Köszönöm szépen, egy hangú a döntés. Következő napi rendi pontunk a beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019 évre vonatkozóan, az éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, önkormányzat és felügyelete alatt álló tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján. Szintén egy részletes tájékoztató készült dr. Párkány Tünde belső ellenőrünk által. Ugye minden intézményben végzett ellenőrzést, ezt ugye jogszabályi kötelezettség írja elő. Részletesen a beszámolóban, illetve a tájékoztatóban olvashatjuk, hogy mely területek kerültek az ellenőrzés alá. Összefoglalva talán egy pár mondatban annyit lehet tudni, hogy szükségesek folyamatosan, ami a jelentés is tartalmaz, a pénzkezelési és egyéb bizonylati szabályok naprakészé történő tétele. Természetesen vannak olyan elvégzendő feladatok, amiket megfogalmaz a belső ellenőrünk, mire kell odafigyelni, összeférhetetlenségi szabályoktól kezdődően egyéb szabályok betartásáig. Gyakorlatilag tényleg minden intézményünknél elvégezte az ellenőrzést.
Talán egy mondattal összegezve annyit lehet elmondani, hogy olyan szabálytalanság nem merült föl, ami esetleg eljárás megindításával járna, vagy uram, bocsán, bűncselekmény gyanújával történne. Dr. Párkány Tündével nagyon jó a kapcsolat, és sok mindenben egyébként tanácsadással is segíti a munkánkat. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezem a tisztelt képviselőtársakat, hogy valaki akar-e hozzászólni a napirendi ponthoz. Nincsen. Jól látom, a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság. Igen, bizottság tárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Ismertetném akkor a határozati javaslatot. A belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019 évre vonatkozóan éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján Felső-Zsoca város képviselőtestülete elfogadja a belső ellenőrzés által BKR előírásának megfelelően elkészített éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési jelentései alapján az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. Kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen, egyhangú. Beszámoló a rendezvények ház 13. napirendi pontnál járunk. Beszámoló a rendezvények háza 2019 évi működéséről. A beszámolót készítette Ravasz Tiborné ügyintéző kolléganő. Ugye a rendezvények házáról bemutatni, meg bővebben beszélni szerintem felesleges, hiszen már jó pár éve szolgálja a városunk lakosságát. A kolléganő részletesen összeírta, hogy milyen személyi feltételekkel rendelkezik. Ugye 2019 évben egy főállású megbízási szerződéssel volt egy kolléga, illetve közmunkaprogramban több munkatárs segítette az ő feladat ellátását. Gyakorlatilag tudjuk, hogy a ház ugye milyen célra épült annó, és bizottsági ülésen is, ha jól emlékszem, felvetődött, és a kolléganő minden beszámolójában nyomatékosan fölhívja arra nagyon nagy problémára a figyelmünket, ami a beázás dolgát jelenti. Ugye most a bizottsági üléseken is szó volt arról, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy a házat olyan állapotban őrizzük meg, amilyenben van, ahhoz szükséges és elengedhetetlen ennek a tetőnek az utólagos szigetelése. Annak ellenére, hogy ez gyakorlatilag az átadást követően szinte azonnal jelentkezett, és ugye minden éven jelzéssel élt a kolléganő. Én azt gondolom, hogy erről még mindenképpen későbbiekben beszélni kell, hogy ehhez a forrást biztosítsuk, mert ha a épület beázik, akkor azt tudjuk, hogy előbb-utóbb hová vezet. Ugye ezt láthattuk akár a mai üdülőnkkel kapcsolatosan is. Ugye nyilván itt a rendezvény háza egyébként egy jelentős részét a szabadidős sporttevékenységek adják. Egy nagyon jó kis diagramot mellékeltünk a előterjesztésben, ahol ugye a kihasználtság bevétel mutatkozik, illetve természetesen kolléganő részletesen esemény naptár formájában felsorolta, hogy milyen szervezetek, milyen magánemberek használják, veszik igénybe a rendezvények házát. Én mindig azt mondom, azt kérem, hogy nyilván a cél az lenne, hogy a kiadások és a bevételek azok minél jobban közelítsenek egymáshoz. Ugye egy elég komoly napelemrendszer került jó pár évvel ezelőtt a házra, azért az is, ahogy Évával beszéltünk, sok mindenben faragja a költségeket. Én azt látom, hogy most jó gazdája van, illetve természetesen korábban is Éva személyében jó gazdája van a háznak, hiszen oda bármikor, hogyha bementek, tényleg egy nagyon kultúrált környezet fogad bennünket, és azért látjuk, hogy hál' Istennek az esemény naptárból is kitűnik, hogy azért bőven van rendezvény, és a ház kihasználtsága magasnak mondható, de tényleg mindig egy olyan környezet fogad bennünket, ami szerintem méltó lehet Felső-Zsolcához. Tisztelt képviselőtársak, ennyit szerettem volna még szóban kiegészíteni, és akkor a tétek a szó. Széchenyi képviselőasszony. A rendezvények háza egy olyan lehetőség a zsolcai emberek számára, ahol az ember szívesen meg jól érzi magát.
színvonalas, tiszta, és ezt a jelenlegi vezetőjére tiszta csinálja, vezeti. Mi, amikor ezt megtárgyaltuk, akkor polgármester úr, te is jelen voltál, és abban egyet is értünk, hogy évekre visszamenőleg beszéltünk a Évának a igazgatói, végül is igazgatói munkát végez. Ez most már rövid időn belül majd egy megfelelő módon módosulni fog. Konkrétan tudja is, hogy miről beszélek. A másik iskolának egyértelműen már, mint hogy a református iskolának egy óriási lehetőséget teremt azzal magával a lehetőséggel, hogy ott tartják a testnevelési órákat. Meg egyébként minden sportolni vágyó megkapja azt a segítséget, amit sőt, még szerintem többet is, hiszen nagyon sokszor egy olyan dologra kell bolincson az igazgató asszony, hogy gyakorlatilag az neki munka. Tehát ugye hétvégekre, délutánokra, még én is a múltkor volt egy rendezvény, és valójában nem akartam semmiképpen egy kiváltságot egy kéréssel, de mivel szerettem volna menni, neki mondtam, pedig hát nem is az ő rendezvénye volt ott az udvaron a nyugdíjas búcsúztatás. Tény, ami tény, hogy köszönjük szépen, és ténylegesen gazdája annak a hatalmas háznak, úgyhogy csak gratulálni tudunk, és további jó munkát kívánni. Köszönöm szépen, abszolút egyetértve képviselő asszonyon, köszönjük Éva munkáját, hiszen nem csak a rendezvények házak kapcsolódik hozzá, ahogy említetted te is, hanem azért ott az egész környezete, bocsánat, a kis Filagóriával, kis Filagóriával, műfüves pályával, és hát ugye lassan-lassan átadásra kerül a Kondi Park, ami azért szintén része lesz a helységnek. Elnézést. Köszönöm szépen, még valakinek esetleg hozzászólni valója, kiegészíteni valója van-e? Ismertetném akkor a határozati javaslatot. Nem tudom, Éva, esetleg szeretnéd de valamivel kiegészíteni a... Köszönjük szépen, tisztelt képviselőtársak, ismertetném határozati javaslatot. A rendezvények háza 2019 évi működéséről szóló beszámolóról Felső Zsolca város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a rendezvények háza 2019 évi működéséről szóló beszámolóját. A beszámoló tárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. Melyben 3 szavazott a elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, a pénzügyi bizottság. Köszönöm, tehát a bizottság 5 igent elfogadta és elfogadta. Köszönöm szépen, elnök úrnak is. Aki a határozati javaslattal egyetért és elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, a szavazás egyhangú.
Köszönjük szépen még egyszer Évának. 14. napi rendi pontunknál járunk, javaslat Felső-Zsolca város gazdasági programjának elfogadásáról. Ugye a jogszabályi kötelezettség írja elő, hogy a választást követő 6 hónapon belül kell elfogadni a gazdasági programot. Ugye jogszabályit a veszélyhelyzetre tekintettel ez a határidő most kitolódhat. Maga a gazdasági programot 2020-25-re terveztük meghatározni. Igyekeztünk részletesen megfogalmazni, hogy melyek azok a célkitűzések, amik itt a következő 5 évben ugye megvalósítása kerülhet. Hát természetesen ez egy terv, egy program. Nyilván itt majd az élet azért sok mindenben valószínű, hogy változást fog tőlünk kérni. Ugye kitértünk a közlekedésre. Ugye épülőben van a autópálya, a Kassát összekötő autópálya, amiből azért azt gondolom, hogy Felső-Zsolca már csak az elhelyezkedésével is előnyt kovácsolhat, és ugye itt nyilván rögtön kell, hogy párhuzamosan említsem is az ipari parknak a lehetőségét. Ugye van egy olyan területünk, jelenleg 40 hektár, ami tényleg majdhogy nem túlzásokkal élve karnyújtásnyira található az épülő autópályától, amit talán tovább növelheti annak a lehetőségét, hogy oda is cégek települjenek be, de magában a programban egyéb gazdaságfejlesztést érintő dolgokat is megfogalmaztunk, amikkel itt a helyi közszolgáltatásokat, a kulturális életet fel tudjuk egy kicsit lendíteni, illetve mozgalmasabbá tudjuk tenni. Említettem ugye a iparterületeket, itt ugye még amire nagy hangsúlyt érdemes talán fektetni, és ebben vannak közeljövőben lehetőségek, ugye ez a megújuló energia, a napenergia kapacitásának a bővítése, természetesen helyet kellett, hogy kapjon azok a fejlesztések, amikről már együtt korábban is beszéltünk, akár legyen egy útépítés a játszóterek kialakításáról, ugye a Zöldváros program keretében most épül egy hamarosan átadásra kerülő játszótér, de nyilván egy ilyen városban, mint Felső-Zsolca, ez az igényeket nem biztos, hogy ki fogja tudni elégíteni, úgyhogy mindenféleképpen azon kell gondolkodnunk, hogy további játszótereket alakítsunk ki. Ugye elkezdtük a veszélyhelyzet előtt a faültetéseket, és hál' Istennek a lakosság is nagyon pozitívan állt a kezdeményezéshez. Igaz, hogy ott a veszélyhelyzet egy kicsit felülírta a terveket, de azt gondolom, hogy ez is egy olyan kezdeményezés volt, ami tényleg a lakosságot is érdekelte és megmozgatta a helyi civileket. Tehát gyakorlatilag elég részletesen foglaltuk össze, hogy mi az, amit itt a következő 5 évben célszerű napirendre venni. Nyilván természetesen a legfontosabb kérdés az anyagiak. Ezek egy részén azt gondolom, hogy jó szándékkal hozzáállással megvalósítható. Természetesen amihez pénz kell, ahhoz próbálunk pályázati forrást találni, és ami olyan összeg, hogy esetleg a költségvetésünk elbírja, azt pedig igyekszünk majd saját forrásból megvalósítani. Röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni, és akkor a képviselőtársaké a szó. Rimály János képviselő. Ezt tárgyaltuk, elkezdtük a fektetni, jól sikerült a program. Esetleg csak írt gondolat, hogy bizottságülés is mondom, hogy Zsoltára jelent, hogy sokan lakatlan ház. Azt kell gondolni, hogy azokat hogy lehetne majd úgymond menedzselni. Nem csak, hogy milyen, hanem előbb-utóbb fel fog szabadulni. Tehát én úgy számolom, hogy egy 100 ingatlan lehet az, ami most nem lakott. Nem, előbb-utóbb meg fog jelenni. Tehát rá kell készülni. Tehát úgy, hogy akár... De magántulajdonos, hogy nyúlom? Nem, most hogy nincs el. Előbb-utóbb este megvenni, befordatni. Tehát a nagy Isten beszélt bérlakás programról, tehát lehet, hogy érdemes egy kettőt megvásárolni, felújítani, és akkor el fogják adni. Tehát ez most még nem, de 2-3 még meg fogja adni aztán. És gondolkodjunk előre. Jó. Jó. A másik pedig, hogy ami kockázat a városunkban, és kezelni kell, hogy magas az alulképzettek aránya,
és tehát nem csak a meglévő vállalkozásokat, hogy tudjuk, hogy jól értünk és hogy tudjuk szemültetni, hanem hogy ezt a lakosságot hogy tudjuk beintegrálni rá. Tehát ezek is gondolkodunk el rajta, nagyon fontos kérdés. Ennyi. Amúgy jó volt ez. Köszönöm szépen. Amit képviselő úr említett, én azt gondolom, hogy mindenképpen a honlapunkat meg kell újítani, mert 11-12 éves honlap, és már sajnos a tartalma olyan szintet ért el, hogy nem tudjuk bővíteni, illetve ami rendelkezésre áll és kötelező tartalom lenne, azt sem tudunk mindent megjelenteni, mert egyszerűen összeomlik a honlapunk. Ennek a új honlap kialakítása az elindult, mert hát jogszabály nagyon sok olyan dolgot tesz nekünk kötelezővé, amit föl kell tüntetni, és igaz, hogy adat nem tűnt el, de például valami oknál fogva bizonyos anyagok eltűntek. Megvan, a tárhelyen megvan, csak a honlap nem jeleníti meg. Tehát ebben mindenféleképpen lépni kell. 3-4 ajánlatot be is kértünk, elég komoly összegekre rúgnak ezek a honlapok, ráadásul ugye ezeknek olyat szeretnénk, amit itt mi helyben fogunk tudni frissíteni, az adatokat esetleg cserélni benne. És ebben egyébként annyit csatlakozni a képviselőhoz, itt lehet az, hogy ha esetleg felajánljuk, hogy mi ezeket egy almenüt képezve ezen a honlapon megjelentetjük a magánembereknek, ha kérik, amit ugye a képviselő azt mondja, említett, hogy esetleg a honlapon is megjelennek ezek az eladó ingatlanok, mert ugye nyilván vannak erre honlapok, ahol ők hirdetik az eladó házakat, de akár itt is megjelenhetnének a mi honlapunkon. Azzal együtt, hogy ugye a Felső-Zsolca városának több olyan építési telke van, amit gyakorlatilag mindenképpen áruba kellene, hogy bocsássunk, és egy része azért jó helyen is van, meg hát nyilván fontos lenne, hogy minél hamarabb beépüljenek, meg ne csak a parlagon legyenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt egy jó honlappal akár ezt is föl lehet retteni, és ezzel is ki lehet egészíteni. De köszönöm szépen. Én értettem, azt a részét értettem, csak azért mondtam, hogy még itt lehet hozzá, mert ugye mondta, hogy sok az ingatlan, nyilván vannak honlapok, ahol ezek elérhetők, de esetleg az is egy plusz dolog lehet, hogyha mi honlapunkon is megjelennek ezek. Viszont én ezeket az ingatlanokat azért nem javasolom elleni, hogy felvásároljuk, mert megvan. Az sincs rendben. Tehát azokat kérem én rendben, akinek, mert annyi ingatlan van most már. Jó, én attól tartok, hogy ha egyszerre sok ingatlan fog még a piacon, nem, hogy egy árcsökkenés alakuljon ki. Ami, hogyha az árcsökkenés azt is jelentheti, hogy esetleg olyan lakókörök, amit nem szeretnék. Értjük, csak nyilván itt a lakásvásárlásban azért az komoly forrásokat igényel, de értjük. Képviselő asszony a szó. Igen, tessék, Páncsa. Én pedig arra gondoltam, amit mondott János képviselőtársam, hogy a másik a képzetlenségnek a megszüntetése talán, amikor lehetőségünk van a közmunkaprogramban, egyre másra a szakképzés nyomassuk, hogy legyen, mint talán a közmunkra, nem baj, ha majd idővel ráébred, hogy ő el is tud menni, de akkor is, ha 2-3 évig így gyakorol, akkor sem képzetlenül gyakorol, hanem már van egy kis 10 hónapos alapképzése, mondjuk például teljesen mindegy át, csak mondtam valamit, és akkor, ha utána ráébred, hogy ő ezzel háromszor annyit keres, hát legyen. De tény, ami tény, hogy itt van ez a sok fiatal, erős, fizikumát tekintve, nem is buta, tudjuk, hiszen tőlünk mennek ki a 8. gyerekek, és ott lődörödnek szegények, mert alapvetően semmihez nem tudnak adni szabolni, amíg valamilyen képzést nem kaptak. Tehát ezt nyomassuk mindenképpen, és akkor az, amit te is mondtál, szépen így el halassan, de valamilyen formában értenek majd dolgokat. Köszönöm szépen, Rimály János képviselő. Ez egyfajta erdőszak, tehát vagy egy igazságot, tehát hogy képezni kell őket, de másik oldalról volt arra is példa, hogy képzés indult, és akkor mi volt az első kérdésük, hogy bennük a képzés, mit kapnak érte? De ez abban nem fogják tudni. Tehát nem fogják föl. Tehát először is valahol az első lépés, hogy a munka, tehát akár a segélyezési rendszerek keresztül a munka, tanulás és törvénykészletnek a felemelése. Tehát, hogyha minél többet adunk alany alapon, annak kényelmesebbet tesznek. Tehát valamiért elterülhetős. Jó. Ezt a szülőknek adjuk, nem ezeknek a fiatal gyerekeknek, de ők meg azért kérik, mert ugye ők meg egy más szemléletben nőttek. Annyiban nem értünk egyet, hogy általában a gyermek azt a mintát látja, amit a szülőtől.
Tehát csak lehetünk a szövőbe is. Köszönöm szépen. Még valakinek a gazdasági programhoz hozzászólás? Köszönöm szépen. Határozati javaslatot ismertetném Felső-Zsocva város önkormányzat a gazdasági programjának elfogadásáról. Felső-Zsocva város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadja a Felső-Zsocva város önkormányzata a gazdasági programját 2020-25. A napirendi pontot tárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. Igen, tárgyalta is 3 éve szavazott el elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, a Pénzügyi Bizottság. Igen, tárgyaltuk, és igazolta, elfogadtuk, és elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen, elnök úrnak, Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság szintén tárgyalta. Köszönöm szépen, kérem a képviselőtársakat, aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú a határozat. 15. napirendi pontnál járunk. Beszámoló a Felső-Zsolcai Szociális és Gyermekjólénti Intézmény Fenntartó Társulás 2019 évi tevékenységéről és a Felső-Zsolcai Szolgáltató Központ, Szociális Szolgáltató Központ 2019 évi szakmai tevékenységéről. Intézményvezető asszony itt van. Előterjesztést ugye elkészítettük, ebben a beszámolóban szintén részletesen taglalták a társulási tanács, illetve az intézménynek a elvégzett feladatait, ami a 2019-es évet illeti. Ugye Felső-Zsolcán ellátnak étkeztetési, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást, időskorúak nappali ellátását, Sajópáfalán étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátását, Sajóvámoson is, ugye ott vannak család- és gyermekjóléti szolgáltatás, Sajópetri család- és gyermekjóléti szolgáltatás szintén, Kistokajban szintén család- és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve házi segítségnyújtás keretében végzik a feladataikat. Ugye azért azt el kell, hogy mondjam, hogy olyan területen dolgoznak a kollégák, ahol egy részén a családoknak nyújtanak segítséget, másrészt pedig időseink segítésében. Ugye a házi segítségnyújtás rendszere egy picit az elmúlt években átalakult. Én azt gondolom, hogy a hozzám érkezett jelzések alapján jól végzi a munkáját az intézmény. Sokat beszélünk intézményvezető asszonnyal. Nyilván ami gond, és korábban is gond volt, de talán megoldjuk ugye az ételkiszállítás. Egyre növekedett, igaz, hogy ez a mostani évet érinti a kiszállítás, az ételkiszállítás, de azt gondolom, hogy megbirkóztak a feladatellátással. Tudom, hogy nem szorosan a napirendi ponthoz kapcsolódik, de tudjuk, hogy a veszélyhelyzetben pont egy olyan réteggel foglalkozik a családsegítők, akik tényleg ki voltak téve itt a veszélyhelyzetben az időseknek, és bizony nem volt könnyű feladat megszervezni az idősek ellátását. Ugye a jogszabály előírta, hogy az önkormányzatnak kötelező feladata volt az idősek segítés nyújtása, és hát ugye itt a rendszerben viszonylag pár napon belül több száz ember, 200-300 ember, pontosan 300 körül, ha jól emlékszem, akik megjelentek, és higgyétek el, hogy ez egy komoly szervezést is igényelt, mint ahogy ti is tapasztaltátok, mert itt képviselőtársak közül sokan vettünk részt ebben a feladatban, és egyébként intézmények vezető is, és civilek is, úgyhogy ezúton köszönet és hála nekik. Részletesen ugye a beszámoló tartalmazza maga az intézmény működésének a bemutatását a tavalyi évről, és azokat a szakmai tevékenységeket, amiket ők elvégeztek. Legyen az a gondozás, étkeztetés, tanácsadás, bármilyen feladat. Ugye több településen is ott vannak, és ugye ahogy itt a napokban is tapasztalhattátok, ugye egy új autóval, gépjárművel gazdagodott, itt a feladatellátás segítését könnyítve ezzel. Tisztelt képviselőtársak, ennyit szerettem volna, és akkor átadom nektek a szót. Nincs, kérdezem esetleg intézményvezető asszonyt, hogy szeretné-e a beszámolót valamivel kiegészíteni? Köszönöm szépen. Képviselőasszonynak kérdése van? Mivel tárgyaltuk ezt a dolgot, ezért elmondanám azt a véleményünket, amely megfogalmazódott ott a bizottsági ülésünkön. Jól tudunk együttműködni a
intézménnyel, mindig segítőkészekben a gyerekek vonatkozásában, idős emberek vonatkozásában. Itt megragadnám a szót, hogy én pontosan sajnálom, hogy az idősekhez tartozom. Konkrétan ezen a kritikus időszakon úgy estem át, egyébként ha bárkitől esetleg kértem volna, nem kellett, hál' Istennek felajánlotta egy-két olyan régi jó tanítványom a segítségét, amikor szükség volt rá. Ettől függetlenül nagyon köszönjük, mert egyébként nagyon hallom, hogy idős embereknek a családsegítő rengeteg, ha csak jó szóval is, de egyébként látom, hogy hozzák a rengeteg kaját ki. Tehát annak nagyon örülök, hogy kapott egy autót, legalább ha már ilyen fájdalomig gyanánt, nagyon szép használják, és nagyon jó kedvel egészséggel. Úgyhogy ott hozzászólt egyébként az intézmény vezetője, tájékoztatott minket, és hát köszönjük szépen és további jó munkát. Köszönöm szépen. Hogyha nincs további hozzászólás, ugye a határozati javaslatokból kettő is található. Az egyik természetesen a társulás 2019-i tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szól, ami következőképpen Felső-Zsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Felső-Zsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás 2019 évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt jóvá hagyja. Kérem a képviselőtársakat, hogy aki a társulás tevékenység 2019 évi tevékenységről szóló határozati javaslatot elfogadja. Kérem, hogy szavazzon, de előtte ismertetném a bizottság véleményeket, humánpolitikai bizottság, majdnem elfelejtettem, köszönöm. Három igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök asszonynak, pénzügyi bizottság. Öt igen szavazattal elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, és akkor a társulás beszámolót kérem, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Kettes számú határozati javaslat, ez a Szolgáltató Központ 2019 évi szakmai beszámolójáról szól. Következőképpen Felső-Zsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Felső-Zsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2019 évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt jóvá hagyja. Ugye itt egyben szintén tárgyalta a két bizottság, kérem a humánpolitikai bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszonynak, pénzügyi bizottság. Öt igen szavazattal elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen, elnök úrnak. Kérem a képviselőtársakat, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazat. 16-os napirendi pontnál járunk. Beszámoló a város 2019 évi szociális helyzetéről és szociális ellátásokról. Köszönöm szépen, a kolléganő készítette a beszámolót. Ugye gyakorlatilag összefoglalásra kerültek azok a szociális ellátási formák, amelyekkel itt Felső-Zsolcán ugye rendelkezünk. Ezek nagy része ugye a települési támogatás, itt bemutatásra került, hogy kik azok, akik jogosultak erre a települési támogatásra, milyen feltételei vannak, illetve milyen formában adható. Ugye a rendkívüli települési támogatás 2019 évben 37 ilyen kérelem érkezett önkormányzatunkhoz, köztemetése 2019 évben nem került sor. A Bursa Hungarika ösztöndíjpályázatot mutatták be ugye a kollégák, 18 darab A-típusú, 1 darab B-típusú pályázat érkezett. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény értéke ugye a emelt összeg az 6500 forint, az alapösszegű támogatás mértéke pedig 6000 forint. Itt ugye a hátrányos helyzete való tekintettel egyéb kedvezmények is megilletik a rászorultakat. 2019 évben 214 családban 467 gyermek volt jogosult halmozottan hátrányos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Amit már itt korábban a konyhánál is, népkonyhánál említettünk, a nyári szünidei étkeztetés, 43 munkanapon kellett biztosítanunk a szünidei étkeztetést. A beszámoló ugye tartalmazza, hogy tavaszi szünetben 152 résztvevő volt, nyári szünetben 215 gyermek, őszi szünetben 103, a téli szünetben pedig 144.
Említettük ugye a népkonyhát, a polgármester úr korábbi napirendi pontok kapcsán már ismertette annak létjogosultságát, illetve a működését. Gyakorlatilag ezek lettek volna az, amiket én szerettem volna kiemelni, és szóban még elmondani a tisztelt képviselőknek és a jelenlévőknek. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója. Nincsen, mehetünk. A humánpolitikai bizottság tárgyalta a napi rendi pontot. Igen, három ilyen szavazott el elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen elnök asszonynak. Határozati javaslatot ismertetném. A város 2019 évi szociális helyzetéről és szociális ellátásokról készült beszámolóról. Felső-Zsolca város önkormányzatának képviselőtestülete a város 2019 évi szociális helyzetéről és szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt jóvá hagyta. Kérem a képviselőtársakat, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. 17-es napirendi ponthoz érkeztünk. Felső-Zsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Jelen van a intézmény vezetője. Ugye alapító okirat módosítása a muzeális intézményekről és nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésre szóló törvény változása miatt kellett vagy került sor. Ugye itt a jogszabály előírja, hogy a közművelődési intézet elnevezésében szerepelnie kell a művelődési ház, közösségi ház vagy faluház kifejezésnek. E tekintetben a három opció közül választva ugye az a megnevezés került a javaslattételre, Felső-Zsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár. Ennek megfelelően készült el az előterjesztést, hogy az alapító okiratot ilyen névváltozással kezdeményezzük a módosítást, illetve az alapító okirat elfogadását. Határozati javaslat tartalmaz a két pontban a változások szükségességét. Kérdezem a képviselő társakat, hogy valakinek van-e ezzel kapcsolatosan hozzáfűzni valója. Nincsen. Kérdezem intézményvezető asszony, hogy szeretné valamivel kiegészíteni. Köszönöm szépen. Határozati javaslatot ismertetném elsősorban a Felső-Zsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról. 1. pont. Felső-Zsolca város önkormányzatának képviselőtestülete a Felső-Zsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár alapító okiratát a mellékelt módosítási okiratokkal módosítja. 2. pont. Felső-Zsolca város önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza Felső-Zsolcai polgármesteri hivatal SMS-ének 7/1 pontja alapján a jegyzőt helyettesítő dr. Kakasz Zoltán hatósági osztályvezetőt, hogy a módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elkészítse, Szarka Tamás polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban módosítást kezdeményezze. Ugye ez a Magyar Állam Kincstárnál szükséges módosításokat eszközölni. Napirendi pontot tárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. Igen, és 3 szavazott el elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen elnök asszonynak. Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság. A bizottság 3 szavazott el elfogadásra. Köszönöm szépen elnök asszonynak. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, aki az általam felolvasott. Aki az általam elolvasott határozati javaslattal egyetért és elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Egyhangú. Köszönöm szépen. 18-as napirendi pont. Tervezett a helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról. Ugye itt a korábbi rendeletünket helyezzük hatályon kívül, gyakorlatilag itt is összefoglalva a jogszabályi változások miatt vált szükségessé a rendelet módosítása, illetve egészen pontosan az új rendelet megalkotása. Természetesen itt is már az új név jelenik meg a önkormányzati rendeletünkben. A rendelet tervezet ugye a képviselőtestület, illetve a bizottságok rendelkezésére bocsájtottuk. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy van, aki szeretne esetleg napirendi pont kapcsán hozzászólni. Nincs. Kérdezem intézményvezető asszonyt, hogy a rendelet módosításához esetleg, illetve új rendelet alkotásához valamilyen kiegészíteni valója. Nincsen. Köszönöm szépen. A rendelet
ugye rendelkezésre áll. Kérdezem a Huán Politikai Bizottságot, akik tárgyalta a napirendi pontot. 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, a pénzügyi bizottság. Köszönöm, 5 igen szavazattal elfogadtok és javaslok elfogadásra. Köszönöm szépen, elnök úrnak, ügyrendi és klímavédelmi bizottság. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom az önkormányzati rendelet tervezetet. Aki a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú. És akkor ugye most tárgyalnánk a 9. napirendi pontot. A polgármesteri hivatal 2019 évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ugye a beszámolót készítette dr. Kakas Zoltán, bár ugye még ő 2019 évben nem szolgált, de ennek megfelelően a kollégák elkészítették a polgármesteri hivatal beszámolójáról a részletes tájékoztatást. Ugye elég széles az a hatáskör, amivel a önkormányzatnak, polgármesteri hivatalnak szükséges dolgoznia. Jól látszik a beszámolóban, beszámolóban, hogy 5757 iktatott ügyirata volt az önkormányzatnak, illetve a polgármesteri hivatalnak. Hát ugye azért ez egy elég komoly szám, és gyakorlatilag ennyi ügyirattal, ügyjel kellett a kedves kollégáknak foglalkoznia. Én azt gondolom, hogy megnézve, hogy milyen ügykörök vannak itt a hagyatéktól egészen a szociálison át, a ebtartástól kezdve a birtokvédelem, ugye tényleg nem akarom sorolni, mert szerintem még mindig legalább 2000 környékén jár a hatáskör, amivel itt a önkormányzatnak, ugye ezen belül is a polgármesteri hivatalnak foglalkoznia kell. Én azt gondolom, hogy a kollégákat csak elismerés illeti, hiszen sem 2019-ben olyan probléma, panasz hozzám nem érkezett el. Igaz, hogy én itt a választások óta történő időszakról tudok érdemben nyilatkozni, de megismerve a kollégátokat azt látom, hogy nagyon felkészültek, és mindenki nagyon lelkismeretesen végzi a feladatot. Ugye azóta a személyi változásokról igyekeztem folyamatosan tájékoztatni a képviselőtestület tagjait. Ugye most legújabb kolléganőnk Tótné kezdte el szolgálatát, ugye Lengyelné Ilike helyett, aki ugye nyugdíjba vonult, és ezúton kívánunk neki jó egészséget, és köszönjük az áldozatos munkáját. Ezen túlmenően azért a beszámoló tényleg minden olyan fontosabb ügykörre kitér, amit érdemes megemlíteni, de mint ahogy jeleztem, itt azért nagyon széles a palotta, tehát hogyha tényleg minden olyan ügykört felsorolnánk, amivel foglalkozunk, az tényleg egyetlen jóval vaskosabb anyag lenne. És itt megint visszautalnék a honlapunkra. Itt ugye tényleg a jogszabály, legyen az kereskedelem, telepengedély, számos olyan tartalmi elemként kötelez bennünket, hogy a honlapon megjelenjünk, ami egy része megtalálható, de én bízom benne, hogy az új lap elkészítésével tényleg minden jogszabályi előírásoknak meg fogunk felelni, ugyanis akár büntetést is kaphatunk azért, hogyha megfelelő adattartalom, illetve a jogszabályban elírt kötelezettségek nem jelennek meg a honlapon. Talán már korábban is szó esett ugye az ASP bevezetéséről, igaz, hogy ez nem feltétlenül 2019-es esztendőt illeti, de azért az is egy komoly kihívás volt, hiszen egy elég komoly rendszerre tértek át folyamatosan a kollégák. Nagyon alapban ennyit szerettem volna, és akkor képviselőtársaké a szó. Képviselőasszony. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a jegyzői idő lejárta után, mikor lesz kiírva a jegyzői pályázat? Már ki van írva a jegyzői pályázat. A közigállás pénteken? Pénteken jelenik meg. Pénteken jelenik meg. Akkor ezért nem tudtam még, aki érdeklődött. Így van, így van. Tehát mi elküldtük, ott durván egy ilyen 3-4 munkanapot mondtak, hogy meg fog jelenni. Péntekre várható, így van. Már a kísérő szavakat a itt dolgozó nekünk is nagyon sokat segítenek, mert azért eléggé tudatlanok vagyunk némely kérdésben. Én részemről egyértelműen azt mondhatom, hogy bármerre megyek, bármilyen irányba. Most azt hiszem egyébként, hogy a szociális osztályt ugye valaki szokta képviselni? Már csak azért, mert Timike készítette a beszámolót. Igen, hatósági osztály
Hozzá tartozik, és igen, Zoltán, így van. Jó, köszönöm szépen. Képviselőtársaknak még valaki? Köszönöm szépen. Humán... A szó jó értelmében, ha ért. Köszönöm szépen, ez egy kicsit megijesztett, de meg is nyugtatott ugyanakkor. Köszönöm szépen. Kérdezem a Humánpolitikai Bizottság... Nagyon támogatva, 3-5 szavazattal elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Ennek azt mondja, a Pénzügyi Bizottság... Öten vagyunk, egy hang elfogadtuk és... Köszönöm szépen. Elnök úrnak, Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő testület, szavazása, bocsátom, a beszámoló Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019-i tevékenységéről szóló beszámolót. Aki a javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú. És akkor visszaugrunk a 20. napirendi pontunkhoz. Tervezett az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 3/2020-as önkormányzati rendelet módosításáról. Tisztelt képviselőtársak, gyakorlatilag a 2020-as évi költségvetésünk legfőbb módosítása, amit már ugye korábban említettem, ez a sajnálatos gépjármű adónak a elvonása, amit ugye át is kellett utalnunk a Magyar Államkincstár által meghatározott számlára, ez ugye 32.800.000 forint, mint említettem, illetve amit még itt változtak, gyakorlatilag a beruházásokból kifizetése került tételek. Ugye pénzügyi gazdasági osztályvezető asszony rendelkezésre áll, a képviselőtestület tagjai a szó, hogyha valakinek esetlegesen kérdése van. Rimály János képviselő. Szépen, nagyon sokáig beszéltünk erről a bizottságon, és azt mondtuk, hogy nem csak az a 32 millió forint, ami elveszett, hanem nem tudjuk, hogy az ipari tevékenységre ezen keresztül az ütődési adóra is mi hatással lesz. Tehát ez még sokkal többet jósolhatunk akár ennek a háromszorosát is, mire következhet negatív. Készüljünk meg rosszabbat. És ha mégsem körülük van pénzünk. Itt nem lepődtem meg csak a kommentárt. És tehát teljesen egyetértettünk a takarékoskodási intézkedésekkel, és tegyünk részen, és javaslunk újabbakat is. Azt majd a bizottságáson ezt mondom. Tehát a támogatási alapot azt később tárgyaljuk, hogy később halasszuk pont emiatt, hogy lássuk, hogy mondjuk pénzünk. És viszont azt a 10 millió forintot, amit a rendezvények házára kell költeni, azt meg azt mondtuk, hogy azt rá kell szállni. Nem 25 millió. Igen. Jó. Ugye... De első két kérdés. Első két kérdés. Igen. Ez így megosztva volt. Igen, de? Igen. Tehát azt mindenki. Azt meg kell csinálni, mert jön a többi. Persze. Ennyi. Köszönöm szépen. Még valakinek esetleg? Napirendi pontot tárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. 3 ilyen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen elnök asszonynak. Pénzügyi bizottság? Igen, tehát 5 igennel elfogadtuk, azzal módosítással, hogy a támogatási felosztásáról a szeptemberi vagy októberi ülésen döntsünk. Köszönöm szépen, annyiban maradtunk, és ez talán már kiküldése is került, vagy éppen folyamatban van, hogy ugye kérünk egy új terveket a civil szervezetektől, mert ugye itt gyakorlatilag egy augusztusi hónaptól, szeptemberi hónaptól tudjuk csak esetlegesen a rendezvényeket támogatni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a megkeresések ki fognak menni, vissza fognak érkezni az igények, és a szeptemberi ülésen én azt gondolom, hogy legkorábban, minél hamarabb ott kellene erről dönteni, úgy, ahogy egyébként a pénzügybizottság is javasolta. Így van. Köszönöm szépen, elnök úrnak, Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság. Köszönöm szépen elnök asszonynak, tisztelt képviselőtársak, aki a önkormányzati rendelet tervezettel egyetért, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. 21. napirendi pontnál járunk, javaslat a felsőzsolcai GOMESZ szabályzatának, működési szervezet és működési szabályzatának módosításáról.
ahogy az előterjesztésben is látják tisztelt képviselőtársak, hogy volt egy hiányosság az SMS-ben, és ugye ez egy korábbi munkaügyi perben is már felmerült. Ugye úgy nézett ki, hogy a korábbi helyettesítésről a igazgató tartósan távollét esetén a műszaki vezető volt jogosult. Ezt most a módosítás szerint a igazgató helyettesét, a gazdasági igazgató helyettesítését a gazdasági vezető lássa el. Ugye gyakorlatilag fontos, hogy olyan az SMS-ben olyan módon gondoskodjunk a helyettesítésről, hogy az tényleg egy tartós távollét esetén megnyugtatóan kezelje a mindennapokat. Ugye ez nálunk is az önkormányzati SMS-ben is fontos, hogy milyen módon szabályozzuk a helyettesítést, de nyilván ugyanez értendő bármelyik szabályzatra, akár a polgármesteri hivatal SMS-ére is, hogyha gondolunk. Fontos, hogy ezt is ilyen formában helyére tegyük. Ennyit tartalmaz érdemben a határozati javaslat, és átadom a szót a képviselőtársaknak. Van? Képviselőasszony. Én csak megint kérdeznék, hogy ez a helyzet előállt, ami előállt, akkor itt most a továbbiakban októberig. Szeretném tudni, hogy akkor hogyan is lesz itt a dolog? Uh-huh. Ugye július 15-én fog igazgatónak megszűnni a jogviszonya. Tekintettel, hogy ilyen magasabb vezető beosztásról beszélünk, ezt követően ugye ki kell lesz írni a pályázatot. Én azt gondolom, hogy ez a szeptemberi, legkülsőbb az októberi ülésen erre sor fog kerülni. Ezt természetesen majd... Igen, mert ugye azt hiszem valahogy így szólt igazgatónak a megbízatása. Köszönöm. További hozzászólás nincs, akkor a napi rendet tárgyalta az ügyrendi és klímavédelmi bizottság. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a módosítást. Köszönöm szépen. Határozati javaslat a következőképpen hangzik. A Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátói Szolgáltató Szervezet szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. Egyes pont Felsőzsolca város önkormányzatának képviselőtestülete a Felsőzsolcai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja. 3-as fejezet 2-3-as pontja. Felsorolásának utolsó francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. Távolléte esetén a gazdasági vezető helyettesíti. Határozat 2-es pontja. A képviselőtestület felkéri Felsőzsolcai Gomesz igazgatóját, hogy a fenti módosítást Felsőzsolcai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet szervezeti és működési szabályzatában vezesse át. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Bocsánat, egy hangú volt? Bocsánat. Igen. Egy hangú? Jó, bocsánat. Jó, 22-es napirendi pontunk. Javaslat a Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetés és Ingatlan Forgalmazási Szolgáltató Korlátozott Felsőségi Társaság Felügyelőbizottság tagjának megválasztásáról. A előterjesztés, illetve a javaslat tartalmazó, hogy ugye korábban Kolenko Gábor, illetve dr. Turkovics István volt a felügyelőbizottságnak a tagja. Ugye Kolenko Gábor a polgármester úrnak a új választása, ugye megszűnt a jogviszonya, illetve a Turkovics István is, neki is ugye már 2018-ban egyébként lejárt a megbízatása. Ezért ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfelelően eljárjunk, szükséges két felügyelőbizottsági tag megválasztása. Itt a javaslat szerint Fésűs Attila továbbra is benne maradna, illetve Varga Krisztina, aki a bizottsági külsős tagunk, került megjelölésre, illetve képviselőtársunk dr. Pásztor Tünde lenne a másik tagja a felügyelőbizottságnak. Igen, akkor képviselőasszony jelezte érintettségét az ügyben. Köszönöm szépen. Képviselőtársak, ki a szó? Már most annyira, igen, nagyon figyelünk pedig. Én csak szerettem volna mondani, hogy ügyére gondoltam. És akkor a másik, a Varga. Krisztina, igen, ő a... Ő pedig az általad beajánlott föld, ugye? Nem. Hanem. Nem? Hanem. A Varga Krisztina a külsős bizottsági tagunk. Hát ja, hanem az
De, de, így van. Nem én ajánlottam. De nekem de. Hát, hogy is ő mondta, hogy... Hogy javaslatban ő szerepel. Hát, így csak mondd elmosat, kiről van szó igazából. Meghallgatom. Világos. Támogattam. Igen, igen, igen. Jó. Köszönöm szépen. A határozati, ha nincs hozzászólása, a határozati javaslatot ismertetném. Felső-Zsolcai Ipari Zóna Kft. Korlátozott Felelősségi Társaság Felügyelőbizottsága tagjának megválasztásáról. Egyes pont. Felső-Zsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete a FIZ Kft. Felügyelőbizottsági tagjának Fésűs Attilát, Varga Krisztinát, dr. Pásztor Tünde javasolja 2020. július 8 napjától határozatlan időre, illetve őket választja meg. Kettes pont. Felső-Zsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a felügyelőbizottság cégjegyzékébe történő bejegyzésről intézkedjen. Napirendi pontot tárgyalta az ügyrendi bizottság. A bizottság 3 igen szavazatban elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Elnökasszonynak, tisztelt képviselőtársak, aki az ismertetett határozati javaslata és a megküldött határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel most szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú. 23-as napirendi pontunknál járunk. Felső-Zsolcai Vagyonkezelés Fejlesztő Korlátozott Felelősségi Társaság, szintén felügyelőbizottságának tagjainak megválasztásáról. Itt is a dr. Turkovics István volt korábban a tagja, illetve Gajdos Imre László szintén tagja volt. A határozati javaslat tartalmazza, hogy Rimán János képviselőtársunk legyen az egyik tagja, a másik pedig Macsuga Roland szintén képviselőtársunk, akik elfogadták a jelölést egyébként. Ezt tartalmazza előterjesztést. Rimán János képviselőtársunk a személyes érintettségét bejelenti. Kérdezem a képviselőtársaknak, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, véleménye, álláspontja? Nincs? Igen. Ismertethetem a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Felső-Zsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Felső-Zsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Korlátozott Felelősségi Társaság cím. Szerepel továbbiakban Rimán János cím, Macsuga Roland szintén címét július 8 napjától határozatlan időre megválasztja. Kettes pont a határozatnak. Felső-Zsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a felügyelőbizottság cégjegyzékébe történő bejegyzéséről intézkedjen. Köszönöm szépen. Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és javasolja. Köszönöm szépen. Aki az ismertetett és kiküldött határozati javaslattal egyetért, kérem képviselők közül szavazzon kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, egyhangú. És ugye most itt egy kis változást eszközöltünk, ahogy a testületülést ugye kezdtük. Kiküldése került sport 2 darab új határozati javaslat. Engedelmetekkel egy kicsit a soron következő két napirendet egyben mondanám el. Sportkoncepció. Ugye jogos a kérdés, hogy miért találkozunk ezzel a előterjesztéssel. Ugye annyit szeretnék elmondani, hogy a következő napirendi pont kapcsán fogunk tárgyalni egy pályázat benyújtásáról szóló döntést, és ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani, ahhoz egy sportfejlesztési koncepciót kell elfogadnunk, és nyilván a pályázat beadásának a feltétele ennek a sportfejlesztési koncepciónak a megléte. Ez szintén, ahogy láthatjátok az előterjesztésben, 2020-25 évet öleli föl. Gyakorlatilag itt egy bemutatást láthattok a jelenlegi sporthelyzetről, azokról a további kiaknázatlan lehetőségekről, amik itt rendelkezésünkre állnak. Természetesen érintettük az óvodai sportfejlesztést, az iskolai, annak ellenére, hogy az iskola nem önkormányzati kezelésben van. Ugye itt megjelennek azok, hogy az óvodában milyen módon történnek a sportfejlesztések, szintén az általános iskolában ugye leginkább tanórák keretében. Természetesen az óvodai foglalkozás az, ahol elsőként jelennek meg a sporttevékenységek. Körülbelül ez lenne az, ami érdemi és kiegészítése szorul.
ugye itt a pályázat beadása az péntek, tehát július 10-e, azért hoztuk ilyen sürgősen, illetve még tegnapi napig vártunk árajánlatokat, mert fogjátok látni, hogy azért elég komoly a pályázati összeg, az önerő nem különben, úgyhogy ezért vettük elsőként napirendre a sportfejlesztési koncepciót. Körülbelül ez lett volna, amit én szerettem még volna szóban elmondani, és akkor tiétek a szó. Képviselőasszony, így van. Nagy mindenakban, és azért tettem fel a kérdést Sászterű Kalkolámester úrnak, hogy mivel is szakember ebben a óvodai és iskolai dolgokban is, tehát nyilván, hogy ebben az van, ami kell, hogy legyen, mindenképpen sport, én javaslom, hogy feltétlen fogadjuk el. Köszönöm szépen, még valakinek? Jó, ismertetném a határozati javaslatot. Felsőzsotca város önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról. Felsőzsotca város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Felsőzsotca város önkormányzata sportfejlesztési koncepcióját. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. És ugye említettem, hogy a két... Köszönöm szépen. A, ugye a 25-ös számú napirendünk, a pályázat benyújtása, amit már előzetesen említettem a tisztelt képviselők testületnek. Ugye megjelent egy hazai pályázati felhívás, ahol a helyi önkormányzatokért felelős miniszter hirdette meg a pályázatot. Ugye ez egy hazai forrás lenne, itt többféle területre lehetett pályázni, volt benne útfejlesztés, járdafejlesztés és természetesen sportfejlesztés is. Ugye amit mi szeretnénk fejleszteni, és ezt nagyon sokan használják, de lehet, hogy ti is már találkoztok vele, ez a jelenleg salakos futókörnek a rekordtánnal történő leborítása. Ugye az iparűzési adóerő képességünk miatt viszont elég magas az önrész igénye, ugye 65%-os csak a támogatás, a fennmaradó 35% viszont saját forrásból kell, hogy hozzátegyük. A határozati javaslat ennek megfelelően tartalmazza a beruházás teljes költségét, ami a beérkezett árajánlatok alapján 26.473.463 forint lenne. Ugye említettem sajnos a számunkra kedvezőtlen 65%-os támogatási intenzitást, így a projekt megvalósításához 9.265.712 forint saját forrást kell biztosítani. Ugye azt szeretném hozzátenni, hogy a költségvetésünkben 5 millió forint szerepel egyébként pályázatokhoz. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azt az összeget fordítanánk egyrészt erre, illetve a fennmaradó különbözetet, a 9.265.712 és az 5 millió között pedig a tartalék terhére biztosítanánk, ami azt gondolom, hogy rendelkezésre áll, és a működésünkre kihatása nem lesz. Várhatóan egyébként, ezt én úgy gondolom, hogy ez a projekt megvalósítása már az évben biztos, hogy nem fog megvalósítani. Ha nagyon nagy gond lenne, akkor még mindig ott van a lehetőség arra, hogy esetleg elállunk a pályázattól, de azt gondolom, hogy egy olyan fejlesztés előtt nyílik meg most a lehetőség, ami korábban nem volt erre precedens, és azért ti is látjátok, hogy nagyon sokan használják a meglévő salakos pályás futásra, és itt tényleg a fiatal korosztálytól egészen az idősebbekig, és az a salakpálya, ami már elkészült, hát az jó pár évtizedre nyúlik vissza, és már helyenként a régi alap ilyen betonos, meg mindenféle alap kerül felszínre. Ugye azt hiszem, itt képviselők közül is többen ülnek olyanok, akik egyébként használják a pályát. Meg hát ugye a szegélykövezése is helyenként hiányos. Én azt gondolom, hogy egyrészt tényleg, ha sikerül és megkapjuk, megnyerjük a pályázatot, tényleg egy olyan plusz szolgáltatást tudunk nyújtani a sportolni vágyóknak, ami már régóta elvárás, vagy régóta hiányzik a városban. Tisztelt képviselőtársak, nem szeretném tovább szaporítani a szót. Mondjátok el véleményeteket, tiétek a szó, parancsoljátok. Mindenképpen. Pásztor Tünde képviselőasszony. Én egyébként nagyon nagy sportmániás vagyok, ezt tudjátok, de azért ez a 9 millió az nem kevés. És most az a kérdés, hogy ha vissza kell lépnünk, akkor az milyen hátrányokkal jár? Beszélünk-e valamit?
Hát én azt gondolom, hogy ha a beruházást nem fogjuk megkezdeni, különösebb akadálya nem lesz. Egyébként azt előre szeretném bocsájtani, hogy ettől van még rosszabb pályázat, a konyha fejlesztése, ami szintén akut probléma, mert ott viszont olyan légtechnikai eszközöket kellene beszerezni, ott viszont 50%-os a támogatási intenzitás, tehát szerintem esélytelen, hogy abban részt vegyünk. De parancsolj, képviselőasszony. Ezt mit csináljuk, a kollégák csinálják, ez teljesen... Olyan költség, hogy pályázati nincs. Díj, meg ilyesmi, akkor nem. Az ilyen fukás nem. Nincs. Nem, ugye a pályázati felhívást tartalmaz, hogy milyen kötelező elemeket kell becsatolni. Ezek egy része rendelkezésre áll, költségvetés rendelkezésre áll, többek között egy határozat képviselőtestületi döntés szükséges hozzá. Köszönöm szépen, Rimán János képviselő. Én pont a bizottság a pénzügyi, pont az ellenkező oldalon vagyok, én támogatom. Tehát én azt mondom, hogy ez a futókörre szükségünk van a városnak. A másik nem csak azt kell nézni, hogy 9 millió 2-be kerül, hanem kapunk 17 millió 2-t. És a pénzt ne engedjük el. Azt fogjuk meg. Köszönöm szépen. A polgármester úr? A visszajelzések ugye azt igazolják, hogy Felső Zsolca lakosságának egyre szélesebb körében van igénye a sportlétesítményeknek az igénybevételére. Csak dicsérni tudom a hozzám bejutott információk alapján a még át nem adott felnőtt gondiparkot, vagy nem is tudom, hogy mi ennek a hivatalos nevezés, megnevezése. De tényleg nagyon jók a tapasztalatok, és a lakosság szerintem biztos, hogy örülne a sportcélú beruházások megkezdésének. Én támogatom az elképzelést. Köszönöm szépen. Ismertetném akkor a határozati javaslatot, hogy nincs további hozzászólás. Felső-Zsolca Városi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a fenti tárgyú felhívása a pályázat benyújtását óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése céljából. A beruházás teljes költsége 26.476.463 forint, melyhez 65%-os intenzitású támogatás mellett 9.265.712 forint saját forrás biztosít a 2020 évi tartalék terhére. Kérem a tisztelt képviselő társakat, hogy aki a ismertetett határozati javaslattal egyetért, kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Tisztelt képviselő társak, én azt gondolom, hogy a nyílt ülés végéhez értünk. Javaslok egy pár perc szünetet. Ne legyen, képviselő társakra nézek. Nem, köszönöm szépen, a képviselőtestület ülést bezárom.